Na, sziasztok! Kódoptimalizáció! Remélem mindenki ezt várta, és egyelőre még nem a láncolt listát fogjuk feldolgozni, mert úgy gondoltam, kicsit más sorrendben haladunk. Először egy gyorsabb bevezető videót csinálunk, bár azért ez annyiból lesz nem túl gyors, hogy mégis fogunk gyakorlati példát is hozni, és ott inkább egy trükkösebbet. Na jó, vágjunk is bele, és közben lesz egy kis zene, ezt öcsém játszotta még régen gitáron. Fölvettem, majd beteszem a linket rá. Na jó, szóval, kezdjük is bele. Azt mondja, hogy... Nem ide. A hetesre. Kódoptimalizáció. Először is, sorrendben megpróbáltam sorrendbe szedni, egyáltalán mikkel érdemes foglalkozni. Nyilván a legfontosabb, helyes algoritmus kiválasztása. Mindenki ismeri, remélem, ha nem, akkor ismerjétek meg ezeket a nagy ordós dolgokat, megtanultok egy-két algoritmust, adatszerkezetet, stb. Ebből jó a legjobbat kiválasztani a feladatra. De azért nem ennyiből áll az egész, sőt néha ez félre tud vinni. A másikat, amit ide írtam, az már kicsit kevésbé logikus, de algoritmus választásnak tartom azt is, hogy azt mondjuk, hogy fordítási időben történjen meg valami bonyolult dolog, vagy esetleg build időben, vagy mondjuk deploy időben. Tehát mondjuk, mondok erre egy példát, volt egy régen írtam egy játékot, abba ütközések volt a űrbázisokkal, és az a lényeg, hogy amikor betöltődött a modell, az nem rögtön fájból a 3D modellező szoftver fájából töltődött be, hanem úgy töltődött be, hogy átalakítottam először a saját formátumra a build ideje alatt. És már ott hozzáadottak ilyen octree adatstruktúrák, és ezt nem kellett akkor real-time, még betöltőképernyőn se kiszámolni. Példa. Ez egy példa, jó? Na, ez a legfontosabb, azért általában. Vannak kivételek, nagyon is vannak, nem jó ezt ilyen vallásosan követni, de mégiscsak úgy általánosságban beszélünk. Utána szintén majdnem ennyire fontos és néha fontosabb cache optimalitás. Azért, mert a gépben, azt nézem, hogy hol van ilyen, mondjuk az LS topóval Linux alatt én így le tudom kérni, hogy nekem mik vannak a gépben, látjátok, van 4 magom, meg itt van 15 giga RAM-om, ez 16, de most minden jobban valami használódik, és itt még a vinyókat is írja, tehát először is ugye a vinyók, igazából ezek SSD-k, de azok is sokkal lassabbak, mint a RAM, azért ez így külön blokkban van, aztán van egy RAM itt, ez a 15 giga elérhető, hát ez csak ilyen 16, de így rosszul van kiírva, mert le van egyszerűsítve humánra, és nincs meg a pont 16. A lényeg az, hogy utána meg van ugye L3 cache, látjátok, az minden magnak közös, utána meg minden magnak külön vannak ilyen külön kisebb cache-jei, L2 az még az adat, meg a instruction, meg a data, tehát az, a kód, meg az adat, az még együtt van. Az L1D pedig már a data és a instruction is külön van, és látjátok, egyre kisebb, ezek egyre gyorsabbak, a procin belül pedig ott vannak a regiszterek. Na már most. A procinak a sebessége ugye irtozatosan gyors, sok gigahertz, sok benne a single thread performance, majd fogjuk látni, hogy miért, mindenféle dolog jó, sok magotok is van, szóval ez iszonyatosan gyors. Viszont a memória az közel nem olyan gyorsan gyorsult. Remélem van magyarul is. Hát sajnos nincsen. Biztos van erről ilyen ábra, itt van, tessék. A CPU az így kilőtt, nagyon gyorsan megy fölfele, a memória az pedig, hát szépen lassan, de azért fejlődik. Na most itt az a probléma, hogy egyre fontosabbá vált, mint azt látjátok, az, hogy a cache-be beleférjünk, illetve nem csak az, hogy beleférjünk, mert majd egy másik videóban egyszer elmagyarázom, hogy pontosan ez hogy működik, de hogy nem löködünk ki belőle. Szóval ez a második legfontosabb. Mert a CPU memória a szűk keresztmetszet. Ez annyira fontos, hogy sok, mit tudom én, jobb futási idejű algoritmus, mondjuk egy logot azt ide beírhattam volna, meg egy log-logennet, meg ilyeneket, az mondja, az OM meg a logen között van. Na szóval, mondjuk egy logennes n-logent akartam ide írni. Tehát a meg van enszer log-logen, az van a kettő között, bocsánat. Szóval, mondjuk egy n-log-n-es algoritmus, az néha lehet gyorsabb, mint egy lineáris, hogyha jobb a cache lokalitása. Most csak mondta példát, de még fordítva is lehet, még négyzetesre is lehet, stb. Nagyon sok mindentől függ. De ez nagyon-nagyon fontos, ez a cache optimalizáció.
Tehát ezen múlik általában a rendszerek döntő többségének a sebessége, hogy őszinte legyek. És ebben benne van az is, hogy milyen az architektúra választás, mert ha ilyen nagyon objektumorientáltan programoztok, most már ugye van ilyen külön szemlélet, hogy dataorientált, ami nem objektumorientált, hogy ne legyenek össze-vissza szétszorodva a memóriába az adatok, mert akkor nem lokális. Mindegy. Ez a második. Harmadik, nyelv és környezet. Látjátok, nem még a párhuzamosság jön, még nem a párhuzamosság. Egyszerűen azt mondjuk, hogy a nyelv és környezet az hamarabb jön szerintem, mint az, hogy párhuzamosítod, mert ha mondjuk egy eleve nagyon lassú, sose optimalizáló fordítóval rendelkező dinamikus programnyelven valamit csinálsz, az lehet, hogy akármennyire több szálosítod, akkor is hatékonytalanabb lesz, mint a megfelelő eszköz használja a megfelelő célra. És itt még először nem is a nyelvről van szó, hanem a library sebességről. Tehát, hogyha egyszerűen azt mondjuk, hogy használunk mondjuk egy szoftverkönyvtárat, amiben mit tudom én, algoritmusok vannak, vagy valami számításokat végez, de az egy teljesen rossz, nem a performanciát tekinti fontosnak, mondjuk könnyebb használni, vagy bármi, vagy csak egyszerűen nem fontos. Akkor megette a kutya az egészet, megpróbáltad ezt több szálon csinálni, lehet vele javítani a helyzeten, de látjátok, nem az igazából a fő probléma ott már. Aztán ideírta még ezeket is, hogy persze sokat segít, ha statikus típusok vannak, mert a fordító jobban tudja optimalizálni, hogy pontosan mi fog történni. Erről most nemrég láttam egy videót, hogy a Godot Engine-ben a Godot Engine-ben a egyik rendező algoritmus, amikor nem adták meg a típust, az majdnem annyira lassú a dinamikus típuson, mint hogyha megvan adva a típus, és viszont bubble sort, a buborék rendezéssel van rendezve. Na most, jó, oké, lehet azt mondani, hogy biztos rossz a interpreter, mit tudom én, a JIT. Lehet, jó, oké. De ez egy példa. Tehát hogy az, hogy a fordítónak adunk ilyen plusz információkat, az néha nagyon is számít. A mai világban már azért nagyon ezen próbálnak segíteni. Tényleg kevésbé számít, mint régen, de azért még mindig számít, ilyen JavaScript-nél is számít. Hát sajnos TypeScript ezen nem segít, mert az defordul JavaScript-re például, de vannak olyan nyelvek, ahol ugye benne marad a típus egészen a fordítási folyamatban. Aztán ideértem, hogy olyan programnyelvek, aminek ilyen, olyan a filozófiája eleve, hogy ne költsé dolgokért. Tehát zero cost abstrakciók, erről külön videót lehetne csinálni. Az a lényege nem az, hogy semmibe se kerül, hanem ha valamit nem használsz, az nem kerül semmibe, és nincsenek ráderültetve ilyen gondolatok, hogy hú, az majd biztos kell neked. Tehát minimális, az teljesen minimális plusz erőforrásba kerüljön valami, akkor is, ha absztraktabb és magasabb szintet tudod használni. Sok nyelvben ezt eleve így tervezik a nyelvet, sok másik nyelv meg úgy van, hogy megtervezik a nyelvet, és utána így összeteszik a kezüket, imádkoznak, és azt mondják, hát majd valaki, a fordítóprogram írója majd egyszer megpróbálja ezt addig ütni, amíg nagyon effektív nem lesz. És gondolhatjátok, hogy a két filozófia között melyik fog nyerni performanciában, és lehet itt vitatkozni, hogy használatosságban meg a másik. Én csak arról beszélek, hogy most ez egy performanciás, optimalizációs videó, szóval itt most erről van szó. Akkor az is, hogy natív vagy managed. Ez egy érdekes dolog, mert itt még nem is a garbage kollektálásról van szó, csak arról, hogy egy JIT vagy egy interpreter egy bytecode-ot, vagy egy eleve szövegként lévő kódot folyamatában futtat le, tehát így olvassa a sorokat, vagy le van fordítva a gépi kódra az egész, az a natív. Na most a natív általában gyorsabb, a managednél mindig oda mondják, hogy az elméletileg teoretikusan lehetne gyorsabb is, mert ugye mindig a te saját gépedre tud fordulni, több információ a rendelkezik, stb., de soha gyakorlatban nem sikerül ezt megcsinálni gyorsabbra, úgyhogy vonjátok le a következtetéseket, általában azért a natív gyorsabb. Főleg, ha tényleg lefordítod mondjuk a saját gépedre egy C-compilerre, akkor aztán nem lehet miről beszélni. Oké. Okay. Utána külön van itt még ez, hogy garbage collectált a nyelv, vagy manuálisan a memóriát kezeled. Esetleg nem manuálisan, hanem más automatika van rá, de az szintén ilyen költségmentes. Tehát azt, hogy nem költségesen történik valami. De ez egy nagyon csúnya dolog a GC, mert nem mindig tudod kimérni, hogy az okozza a problémát. Tehát van olyan, hogy itt van egy algoritmus, fut itt ettől idáig, leméred tollig, mennyi ideig tartott. Lemérted, de azt nem mérted hozzá, hogy mennyi ideig tartott összegyűjteni a memória szemetet, mert a memória szemetgyűjtés itt, a világ végén, egy másik időpontban fog csak megtörténni. Szóval
ott áll a, hogy mondják, a tehénlepénynek egy pofont. Ugye ezt szokták mondani, hogy a tehénlepénynek adszunk egy pofont, kicsit csúnyában szokták ezt mondani, de a lényeg az, hogy nem a, akkor nem a algoritmus sebességet mérted, mert később fog még az algoritmushoz valóban hozzátartozó dolog lefutni, mert arra, hogy mikor ütemeződik a személygyűjtő, nem mindenki a méréseiben van figyelemmel, nem mindig van figyelemmel ilyen dolgokra, és akkor egyszerűen, vagy olyan a programgyelv, hogy esetleg nem is tudod ezt kierőszakolni, nagyon nehéz esetleg csak ilyen hintelni tudod, stb. És ez egyáltalán nem teszi egyszerűvé a dolgokat. Az is lehet, hogy kierőszakolod, hogy legyen garbage kollektálás, de mégsem történik meg, mert nem gyűlt össze annyi szemét, és a következő menetben egy másik algoritmusba bekerül az a sok szemét, tehát ez nagyon megbonyolítja a méréseket is. És ide írtam még a környezethez egy nagyon fontos dolgot, változtatni a feladaton. Általában ezt teljesen elfelejtik az emberek. Mit mondok? Tehát az, hogy megmondják, ezt kell megcsinálni, szénnél próbálod optimalizálni, és ha egy egész kicsit más lenne a feladat, iszonyatosan könnyű lenne. Mondok egy példát, ami tényleg nagyon kézenfekvő és közismert. Ilyen lineáris egyenletrendszerekre van a simplex módszer, ez egy ismert algoritmus, nem túl gyors, de nem túl lassú, ez egy elég jó algoritmus, az a lényeg, hogy nem exponenciális, és nem valamilyen brute force dolog. Na már most, ez ismert. De ez feltételezi azt, hogy minden egyes változó az egy valós érték, tehát lebegő pontos szerű érték. Nem egész szám, az a lényeg, hogy nem egész szám, és úgy kell egyenletrendszert megoldani. Ha egész szám, NP-teljes a probléma, irtózatosan bonyolult az egész, és lehet, hogy azt kezded el megoldani, mert milyen jó, általában az egész számunk gyorsabbak. És akkor valaki oda megy, és változtatjuk már meg a feladatot. Tehát, mert mondjuk akár azt is mondták neked, hogy egész számokkal old meg, és kicsit utána mész, és rájössz, hogy egyáltalán nincs ehhez erre szükség. Tehát nem mindig az a fontos, hogy azt old meg, amit feladatnak kiadnak. Van, hogy sokkal jobb dolgot tudsz lerakni, úgyhogy nem a feladatot oldod meg, hanem a másoknak a problémáit oldod meg, mert igazából nem feladatokat oldunk, hanem problémákat. A feladatot valaki megmondja, de az csak a problémának csak egy ő által látott leképezése, és lehet, hogy sokkal jobb feladatot lehetett volna keresni ahhoz a problémához, amit sokkal egyszerűbb például megoldani, egyébként nem csak performance, hanem más tekintetben is ez igaz. Aztán, párhuzamosság. Na itt van az egész, a kutya elásva, amit nagyon szeretnek sztárolni, mert ugye sokan ismerik, sok magas a gépünk, meg stb. Először is nem is a magokról beszélünk, hanem arról, hogy ugye van GPU benne, tehát videokártya. Videokártyán futtatás, hú, mindenki tudja, mennyire ász király, mit tudom én, hogyha valami renderelést azon futtatunk, Blenderbe támogatja a videokártya, ezerszer gyorsabb, sokkal királyabb, ugye ez is egy több szálluság párhuzamosságnak egy formája. Nem mindent könnyű rátérni, de azért itt megemlítettem. Utána van az igazi több szálluság, ugye több mag van a gépünkön, mint itt láttuk az én gépemben van 4 darab mag. Ittán nagyon vigyázni kell, mert ez nem olyan egyszerű dolog, hogy azt mondjuk, hogy egyszerűen csak működik az egész. Nem olyan egyszerű. Azért nem olyan egyszerű, mert ezeknek kommunikálniuk kell. Itt vagy valami szemafor jellegű dolog, vagy monitor, meg ilyen hasonló fogalmak vannak. Ezeket nagyon-nagyon könnyű elrontani, és ami még fontosabb, ezeknek költsége van, sőt, majd erről fogunk egy külön videót csinálni, valószínűleg valamikor, lehet, hogy blogot írok róla valamit. Általában sokan nem is tudják rendesen, hogy mikkel jár, hogy milyen problémákkal egy igazi többszálluság, memória modellt kell ismerni a programnyelvhez, illetve a processzorhoz, esetleg ha a programnyelvhez nincs. Úgyhogy ez egy komplex dolog, és nagyon könnyű elrontani is, illetve egyáltalán nem olyan egyszerű ez, hogy ha mondjuk 4 magad van, akkor 4-szer gyorsabb lesz az algoritmus. És ennek van még egy elméleti korlátja is, hogy ami, ez most sajnos fickónak a neve nem jut eszembe, egy ilyen gráfat mutat, hogyha mondjuk 10%-a a programodnak igazából olyan, hogy az nem párhuzamosítható, akkor körülbelül már 16 mag után, vagy ilyen 32 mag után már akármennyi magot teszel a gépedre, akkor is lesz gyorsabb. És ez nagyon, hát elszomorított pár embert. Úgyhogy nem annyira egyszerű. Na. Nem fog eszembe jutni. Majd amikor a több szállósággal rendesen foglalkozunk, bedobom ezt a fickónak a nevét, meg ezt a gráfot. Biztos sokan ismeritek.
Akkor mi van még? Van ez a SIMD, amit talán többen ismernek úgy, hogy SSE meg AVX, esetleg Neon az ARM processzoroknál. De a SIMD azt jelenti, hogy Single Instruction Multiple Data. Ez azt jelenti, hogy a processzort ugye úgy csinálják, behozzuk ezt a... miről beszélünk a párhuzamosságnál. Ugye régen volt ez, hogy itt volt a CPU, volt egy probléma, és egyesével jönnek rá a utasítások. És ugye több maga azt csinálja, hogy itt többesével jönnek az utasítások. Na most a Single Instruction Multiple Data az pedig az, hogy egy utasítás az több dolgot is csinálhat. Tehát, ez egy jó példa, hogy azt mondja, hogy A plusz B az egyenlő C-vel, ezt elvégezzük ezt a utasítást, utána ezt végezzük el, utána ezt végezzük el, utána ezt végezzük el. Helyette ezeket felfogjuk mondjuk ilyen vektoroknak, és azt mondjuk, hogy egyben adjuk össze. És akkor egy utasítással négy számot tudunk összeadni. Ez elég jó hangzik szerintem, ugye? Betál. Szóval ez a SIMD. Egyébként megjegyzem, ezek viszont, hogyha tudsz SIMD-t hozni a kódba, akkor ott sokkal jobban ki tudod használni ezt általában, mint a többszálúságnál, mert ha a többszálúságnál valamit elméletben tudsz tényleg pontosan négy magra rátenni, akkor az történik, hogy azt várod, ugyebár, hogy négyszer felgyorsul a programod. Ez nem lesz igaz. Nagyon-nagyon nem lesz igaz, nem fog négyszer felgyorsulni. Úgyhogy a SIMD, mert ugye kommunikációs költségek vannak. Ott egyébként van még egy technika, azt úgy hívják, hogy log-file programozás, az azt, hogy nincsenek logok, az nagyon nehéz, ott ilyen Java-ba volátály, meg C-sharp-val, meg ilyen memory barriereket kell használni, hogy a cache-eken viszont megosztodjanak a dolgok, vagy lehet egyébként még advanced-ebb dolgokat csinálni, hogy a megadott processzorra mondod, hogy ez a thread, ezek 5 thread, ez csak ott fut, ezek között akkor lehet memóriát cseregetni, stb. Tehát lehet okoskodni, de ott van kommunikációs költség a többszálúságnál, a GPU-nál egyébként a videokártyára feltöltésnek is nagyon sok lehet a költsége, tehát ott is vigyázni kell, meg ott egyéb megkötések is vannak. A SIMD-nél meg ugye az van, hogy nem biztos, hogy át tudod fogalmazni a problémádat ilyen blokkokra, hogy egyszerre több adattal végzel el ugyanazt. De nagyon jó trükkök vannak, majd erről is lesz talán videó, blog azt hiszem mindenképpen lesz róla, mert adok rá majd egy példát, hogy lehet egy nem is annyira várt algoritmus felgyorsítani, tehát amire nem várnád, hogy ez működik rajta, ez a Single Instruction Multiple Data, tehát az, hogy egy utasítás, de több adatod egyszerre dolgozik. És van még egy dolog, ezeket még általában ismerik az emberek, még az SIMD-t azt már kevesebben, de ugye a mezei emberek a GPU-t meg azt, hogy több magod van, azt ismerik. Aki egy utcán mászkálsz és van neki egy számítógépe, akkor tudja, hogy 5 magos, 4 magos vagy 8 magos, 5 az pont nem nagyon jellemző. Viszont a SIMD-t azt már mondjuk programozóknál páran az éjjű. Általában illik ismerni jellegű témába, a kategóriába tartozik, viszont az ILP-t az egyre kevesebben, pedig ezt is tanítják egyetemen mindenhol, és hamarabb is volt, mint a SIMD gyakorlatilag. Hát ez lehet vitatkozni, hogy hamarabb volt-e. Na, mindegy. ILP azt jelenti, hogy Instruction Level Parallelism, tehát utasítás szintű párhuzamosság. Ezt jobban emlékezhet valaki rá, ha pipeline-ozásnak hívjuk, de igazából ma már ez nem pipeline-ozás. Na szóval, mit jelent ez a... Azt mondjuk, hogy... Mit jelent ez a dolog? Azt jelenti... Nézzük meg például az én mikroarchitektúrámat, az M pluszt. Ez egy M pluszos mikroarchitektúra. Látjátok, itt van, hogy mit tudom, 4 mag van benne, IO hub, meg memória channel, meg mit tudom én, Infinity Fabrikon beszél a 4 mag. Nem az a lényeg nekünk. Nekünk ez az ábra a lényeges, erre most rányomunk, ezt kinagyítjuk. Szóval, ide is hozom magamat, mert erről most beszélünk egy kicsit tovább. A lényeg, hogy azt mondja, manapság így néz ki a processzorom. Ez konkrétan az én processzorom, és ez csak a logikai vázlat. Tehát ennél sokkal bonyolultabban néz ki. Ez még olyan, amit ilyen NDA-k nélkül ki tudnak adni marketingbe, meg stb. Emberek általában se szokták megnézni. A wikichip.org-os weboldalon, egyébként néha mondok majd ilyen eszközöket nektek, amit érdemes így feljegyezgetni. Szóval wikichip.org-on ott meg tudjátok nézni a saját gépeteknek egyébként mi az ilyen architektúrája, általában minden benne van, az Zen 2 is benne van, csak nekem ez az M plusz van.
Szóval, az meg, hogy milyen procitok van, azt mit tudani ezzel a RS CPU-val, vagy valamivel meg tudjátok nézni. És akkor ott látni fogjátok valahogy, hogy ez milyen Zen Plus architektúra, stb. Na, a lényeg, a legfontosabb, hogy nézzétek meg egy frontend és egy backend, amit itt igazából a AMD-sek Execution Engine-nek nevezek, de mindegy, szóval egy érdekes módon a proci nem annyira pipeline-oknak néz ki, amit esetleg még páran tanultak, hanem egy frontend backendre van felépítve. Na most ezt úgy a legjobb talán koncepcionálisan elképzelni, mielőtt ezt az ábrát túlságosan mélyen néznénk, ha így kigúvat szemekkel túlságosan sokáig néznénk, hogy talán úgy képzeljétek el, hogy a frontend az egy ilyen parancssorozatot dekódol, és további kis parancsokat csinál belőle a backendnek. A backend az pedig sokkal jobban hasonlít több RISC-jellegű kisebb feldolgozó egységhez. Tehát úgy néz ki, mintha lenne egy CISC-et RISC-re lefordított dolog. Ez nem igaz ilyen formán teljesen, tehát ez egy hazugság, ami segít a megértésben. Azért nem teljesen igaz, mert a frontend az ugye, oké, az feldolgozza ezeket ilyen mikroopsnak, ide van írva ez a 4 mikroops, mehet ezen a irányba, 6 mehet ebbe az irányba, mindegy, az mikrooperációt jelent, ezeket assembly szinten már nem is látjuk, és így átküldözgeti a execution engine-nek, amiben van egy integer, tehát egész számokkal foglalkozó rész, meg van egy ilyen floating point-tal, illetve a SIM-del foglalkozó rész. Tehát a single instruction multiple datával. És látjátok, egész számokkal sokkal többen foglalkoznak. Na már most, a lényeg az az, hogy itt sok trükkös dolog történik, amiben most nem mennék bele, mert ez egy ilyen átfogó videó, illetve ha valaki nézegeti ezt az ábrát, és azt mondja, hogy ebben szeretnék belekérdezni, akkor nyugodtan írjátok le kommentbe, írkáljátok nyugodtan a kommenteket, hogy mik érdekelnek titeket, ha ilyen optimalizációs kérdések felmerülnek, végtelen hosszú ez a téma. Na most, a lényeg, nem biztos, hogy egyébként mindenre tudok válaszolni, azért ez egy végtelen tanulási folyamat. A lényeg az az, hogy szóval ez a RISC-CISC felosztásnak tűnik, de annyiból ez nem igaz, hogy itt a Execution Engine-ben is nem csak nagyon egyszerű műveletek vannak, főként ilyen egyszerű RISC-es jellegű műveletekké, mikrooperációkká fajul le az egész, de közben ugye ezt nem mondhatnánk azt sem, hogy ez csak egy CISC-nek álcázott RISC-ké fajult a valóságra, most már összes ilyen X86-os architektúra, meg akár az ARM is, hanem azért hozzá kell azt tenni, hogy tehát vannak ezek a műveletek, amik mondjuk több, mondjuk AVX512-es utasítások, meg ilyenek, ami tényleg single instruction, multiple, tehát a csomó mindent csinálnak, sőt, itt például ilyeneket látunk, hogy branch fusion, tehát hogy össze fúzionál nekünk több ugrást, amiről látja, hogy azok egyszerre történnek, vagy egy feltételtől függenek, meg nagyon okos dolgokat csinál ez. Egyébként instruction fusion-ok is vannak, hogy azt mondja, hogy két műveletet ő összetesz egybe, hogy azt együtt csinálja meg, hiába kettő különbözőt küldött el a fordítóból generált byte sorozat, vagy a JIT-ből generált byte sorozat. Szóval nagyon-nagyon bonyolult dolgok történnek, és mondok még valamit, itt azt nézzétek meg, hogy van itt egy ilyen physical register file, erre kicsit ránagyítok, lehet, hogy hamarabb is megtettem volna. Physical register file, 168 entries, itt meg 160 a floating point. Na most, hogyha megnézitek, ha valaki ilyen assembly-t tényleg tanult, és kicsit így tanultabbnak érzi magát, akkor azt fogja gondolni, hogy X86-on, mert ugye ez ugye X86, ott ugye vannak ilyen regiszterek, hogy EAX, meg RAX, meg RBX, meg EBP, meg RBP, meg ezek a nevek, amiket így esetleg megtanultatok, hogyha tényleg valaki egy kicsit mélyebben ment bele, és azt hiszi, hogy van erről egy alkotott képe. Na most ez nem teljesen igaz már, mert amikor azt írom, hogy valamit beteszek az EAX regiszterbe, ha akár assembly-be programozok, a valóságban már az sem úgy történik. A valóságban ugyanis van ez a sok regiszter, és átnevezésekre kerülnek rename meg allokát. Tehát valahogy egyszerűen, mintha memóriát allokálna, átnevezeget ezeket a fizikai regisztereket, mondjuk most ez lesz az EAX. És emiatt, ha többször használod az EAX-ot, és azok egymásra adatfüggőségeket képeznek,
de nem logikailag. Tehát úgy igazából, hogy te csak elrontottad azt a kódot, vagy a fordítóprogramod elrontotta. Tehát igazából azok nem függenek egymástól azok az adatok, csak betöltöttél valamit az EAX-ba, kitetted máshova. Megint az EAX-ba tetted, megint kitetted máshova. Ha ilyeneket csináltál, akkor igazából az nem lenne, nem tenne jót, mert ugye a pipeline lakad, ha valaki érti a pipeline, stb. És az a probléma, hogy akkor ez lassú lenne, de ha ezt nem csinálod meg, akkor is megcsinálja helyetted itt egy ilyen allokáció, illetve megpróbálja ezt futási időben megcsinálni a processzoron belül egy kis egység. Na most jobb ezt, ha te csinálod meg, mert ennek ugye nagyon kicsi ideje van rá, és nagyon egyszerű algoritmussal kell ezt eldöntenie. De mégis megpróbálja helyetted ezt eldönteni. Azért ez eléggé pro. Úgyhogy meg itt move elimination, ilyen is van, hogy mondjuk látod, hogy egyiket valahova mozgatod, azt a másikat, meg onnan még tovább. És ha valahogy így kerültek az utasítások oda, egyszerűen az eliminálódik az a utasítás, nem fog megtörténni. Tehát csomó ilyen dolog történik, ezek között kapcsolat is van, stb. És a végén van a memóriával egy ilyen egység, ami mindenféle dolgokat csinál. Meg a cache-sel egy cache-sel kettő cache. Itt vannak ilyen bonyolult dolgok, ezek a store bufferek, load bufferek, DTLB, ezekben most tényleg nem akarok belemenni, főleg mert ezek közül azért vannak olyan dolgok, amihez azért én is csak inkább csak messze sandítom, hogy mi történik. Remélem azért így is tudtam újakat mondani. A lényeg az az, hogy látjátok, igazából most menjünk csak vissza erre a egyszerűbb modellre, amit talán többen megértenek. Csak akartam mutatni, mennyire bonyolult egy igazi processzor, de ezt talán többen megértik. Van ez az egyszerű szekvenciális végrehajtás, hogy azt mondjuk, hogy beolvassuk a parancsot, egy néhány bájtot, dekódoljuk, hogy mit kell csinálni, ez egy összeadás, egy szorzás, melyik regiszterrel mit kell csinálni, és végrehajtjuk. Beolvassuk, dekódoljuk, végrehajtjuk, és így megy tovább. Ez volt, amikor teljesen párhuzamosság nélkül működött a processzor. És azt mondjuk, hogy mekkora jó ötlet, hogy ezeket át lehet lapolni. Ez az instruction level parallelizmusnak egy ilyen első formája, hogy azt mondom, hogy egy pipeline, tehát egy csővezeték, mint egy szerelőszalag, egy futószalag egy gyárba. Ugye ott is az van, hogy nem az van, hogy megvárják, amíg Jóska bejön, ő fölteszi az alvázat, mit tudom, valamit csinál az alvázat, lefesti az alvázat. Utána Béla bejön, ő fölteszi rá a kereket. Akkor a nem tudom ki bejön, ráteszi a kasznit. Akkor nem tudom ki bejön, ráteszi a motort. És most kész lett egy autó. És addig az első ember az csak kávészünetet, meg dohányzott, meg pihent. És most jön a következő autó, amikor már mindenki kész, ugye ez volt az első modell. Akkor szépen az úgy történik, hogy hogy igazából hú basszus, csomó ember nem tesz semmit. Ugye azok addig várnak. Tehát amíg dekódolás van, addig a fetch az nem csinál semmit. Amíg ezek jut van, a dekód nem csinál semmit. És akkor ezt rájöttek, hogy de jó, hát ez lehet párhuzamosan, mert azt mondjuk, hogy első utasításban elkezdődik a fetch, amikor annak a dekódja tart, ugye így megy előre az idő, akkor már következő fetchelhet. Tehát addig az egy másik ember, az a Béla volt már megint, vagy mit tudom, melyik név, aki most csak megint föltesz valamit a futószalagra. Tehát ezzel, ugye gyakorlatilag amilyen hosszú ez a pipeline, ahány lépés, de nyilván a feleslegesen hosszabbítjuk meg, azzal nem nyerünk semmit, de a igazi lépésekre szét tudtuk bontani, és azok nagyjából egyenlő hosszúak, akkor amilyen hosszú lett, mondjuk 5 hosszú, az egész áteresztő képessége 5-ször gyorsabb lesz. Ez azért elég királynak hangzik szerintem, és mondjuk van ez a microops.info, itt egyébként szimulálni is tudjátok ezzel a UIC-val a ti processzorotokon, hogy fut le, hát sajnos ez csak Intel-el van általában egyszer, és ott is csak ilyen régebbi Intel-ekre, de már dolgoznak az ügyem. Ott még szimulálni is tudjátok, hogy mi történik ezen a egész komplex szinten. Na de a lényeg az az, hogy láttok majd ilyen táblákat itt a table között, hogy mondjuk egy szorzás művelet, egy mul, van itt egy latency, meg egy throughput. És ezt szerint is lehet rendezni. És mondjuk azt mondjuk, hogy a latency az 0-tól 10-ig tarthat, tehát lehet, hogy 10 clock, 10 óra jelig is tarthat a szorzás, de a throughput az 1, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy ha most csomó szorzást csinálsz, 20 darab szorzás van egymás után, amik nem függenek egymástól, akkor viszont átlagosan
olyan gyors lesz, hogy 1 vagy 1,55 klokkonként fog átlagosan egy szorzás megtörténni. Hiába lehet, hogy 10-ig kell várni valamelyikre. Ugye, mert nem csak az átlag miatt, hogy van, ami lehet, hogy nulláig tart, ez nem így működik, hanem azért, mert átlapolódnak egymással. És amikor már az egyik elkezdődik, egy másik egység már elkezdheti a következő szorzást, és stb. Tehát ezek párhuzamosodnak. Na már most. Nem csak ezt csinálták meg a pipeline-nál, hanem azt mondtuk, hogy igazából lehet ilyen, hogy több darab pipeline is van. Van, hát ezt most itt lehet, hogy nem látjuk, de az a lényeg, hogy olyat is csinálunk, hogy több darab ilyen szerelőszalag van, és akkor amíg függetlenek, aztán egyikbe betesszük a másikba. Tehát mintha magában lenne, magában a processzoron belül lenne egy kis többszálúság, sőt van is. És itt ebbe egyetlen fontos dolog van, hogy nem lehet olyanokat irkálni, amik egymástól függenek. Na most milyenekre gondolok, és csak hirtelen valahol kell nekem egy vim, mondjuk ilyeneket, hogy azt mondjuk, hogy add EAX-ba 1, add EBX-hez EAX. Most ez a kettő dolog, ez nem tud két darab külön futószalagon elindulni, egymás után sem annyira jó, mert ki kell várniuk egymás eredményét. De ha itt azt mondjuk, hogy van közben egy másik művelet, a LCX regiszter 12-vel megnöveltük, akkor ez és ez nem csak, hogy egy pipeline-on egymás után könnyebben beüteveződik, hanem teljesen más ilyen szerelőszalagra is rátehető. Mert ugye ezeknek semmi köze egymáshoz. Szóval igazából ahhoz, hogy jó instruction level paralelizációtok legyen, a legfontosabb dolognak az tűnik, hol vagyok én? Visszamegyünk ide a helyre. A legfontosabb dolognak az tűnik, hogy ne legyenek ilyen adatdependenciák. És még egy dolog fontos, hogyha ugrás van, mert ugye jumpok vannak, igazából gotuk, csak feltételes gotuk, ha ez igaz, akkor gotu, ilyen jellegű, vagy sima gotu, vagy ilyen feltételes gotu, ilyenek vannak a processzorban. Ha feltételes gotuk vannak, na akkor van még probléma, mert ugye az a baj, hogy nem tudhatod, hogy mi lesz a következő dolog, amit már be kéne tölteni. Mert még egy dolog van, hogy előre már betöltjünk utasításokat, azt is, ugye, amit még nem tudunk elkezdeni konkrétan végrehajtani. Már fetcseljük és dekódoljuk. De ha az eredménytől függ, hogy hova kell ugrani, akkor ugye ezt nem tudjuk megcsinálni. És erre jött a spekulatív végrehajtás, amiben mindenféle hibák is lettek, meg ilyen iszonyatosan csúnya biztonsági rések, amit az internet csinált, a Spectre meg a Meltdown, mert egyszerűen nem figyeltek arra, hogy azokat is spekulatívan végrehajtotta a processzor, amire nem lett volna joga. Most ez ilyen paraszt észre belátható, hogy ez biztos, hogy biztonsági rés. Csak ugye visszavonták utána azokat, ha mégsem volt rá jogod. Na most, amit már megcsináltál, de visszavonsz, az ugye nagyon rosszul hangzik. Na mindegy. Szóval itt egy kicsit még akkor belementünk abba is, hogy viszont itt az ugrások azok nem túl tetszetősek, mert ugye nem fogod tudni, hogy melyik ágon megy tovább a program végrehajtása. És akkor itt jön képbe az úgynevezett branchless programozás. Az azt jelenti, hogy úgy átírod az algoritmusodat, hogy nincsenek benne elágazások gyakorlatilag. Tehát mintha nem lennének ifek benne. És azt mondjuk, hogy konstansok és bit trükközés, meg olcsó műveletek, azok is szintén lehetnek ilyen egyéb fejlett technológiák. A konstansok és bit trükközésben majd arra is tudunk, talán már ebben a videóban is lesz példa. És ebben a videóban eddig ez egy ilyen átfogó dolog volt, nem mentünk bele semmibe mélyen, csak szerintem, hogy tudatosuljon, akartam egy ilyen kis itinerszerű dolgot csinálni, egyáltalán mikkel érdemes foglalkozni, ha a performancia bármennyire is fontos nektek. Nyilván ilyen sorrendben, jó algoritmus választani, a cache az irgalmatlanul fontos, hogy hogyan vannak a memóriába elhelyezkedve a dolgok, igazából egy dologra kell figyelni, hogy amit körülbelül egyszerre használtok, az körülbelül egy helyen legyen, fizikailag, memória címhez, közel, ennyi. Ezt ha megjegyzitek, akkor azért nagyon nagy baj nem lehet, és ez még nem optimalizáció, egyszerűen arról van szó, amit a Casey Muratori szeret mondani, hogy ne pessimizáljátok a kódotokat. Tehát ez még nem is optimalizálás, csak ne legyen teljesen rossz.
Mert ugye általában teljesen rossz a ilyen objektumorientált, meg klinkódos architektúra. Na a lényeg, és nem azért, mert tiszta, hanem lehet tiszta kódot csinálni, és gyorsat is, ami nem széjjel optimalizált még. És utána mondanám azt, hogy a megfelelő eszköz használjátok, nyelveket, library-ket, GC vagy nem GC, natív vagy menés, stb. Változtatni a feladaton, nagyon fontos. Párhuzamosságot. A párhuzamosságban pedig itt rossz a sorrend, mert érdekes módon a leghamarabb az ILP-t, vagy a pipeline-ozást érdemes kihasználni, ez automatikusan jön is, de ezzel nagyon föl tudjátok gyorsítani a kódotokat. Tehát konkrétan nekem nem ritkán vannak olyan algoritmusaim, aminek a instruction level paralelizációja, hogy mennyi utasítás hajtodik végre clockonként, az mondjuk 2,7, de van ahol 4, tehát 4 utasítás megy át minden egyes óra jelen. És gondoljátok el, hogy van olyan, amit egy gagyi kóddal összehasonlítom, ahol van ez, ahol ez a szám mondjuk 0,5 vagy 0,7. Hogy annyi utasítás megy át egy darab órájánként az egész beátlagot számolva. És gondoljátok el, hogy ahhoz képest a 4 vagy a 2,7 az egy ilyen 5-ször, illetve 8-szor gyorsabb. Tehát egy 8-szoros szortot tudtok elérni. A GPU-t azt a legvégére teszem, mert igazából még az egy olyan, hogyha a feladatotok olyan, akkor azt úgyis meg lehet csinálni, hogyha nem olyan, akkor meg nagyon-nagyon vért fogtok iszadni. A sima többszálusságot, azt meg igazából még a SIMD utána is lehetne tenni, de ezek körülbelül egy szinten vannak. Tehát lehet, hogy a többszálusságot, ha kicsit jobban értesz hozzá, akkor azt csinálod, vagy a SIMD-et. De az ILP-t sokkal hamarabb adnám, mert egy teljesen többszálusítatónak tűnő problémát 4 magon megoldani, az néha csak 2,4-szer lesz mondjuk gyorsabb. Ezek valós mérések, voltak ilyen algoritmusaim, és még közel log-free kódokkal is csináltam hozzá, ez annól mondjuk Java-ban volt, de nem annyira volt a garbage collector ebbe játszó tényező, mert egyszerűen nem arról szólt az egész. És azt akartam csak ebből kihozni, hogy látjátok, egy 8-szoros szorzót lehet kihozni a algoritmusotokból, kicsit jobban megírva, úgyhogy még mindig egy magon fut. Tehát eleve én nem szeretem még több magra kivenni a problémát, mert az nagyon-nagyon hibákat hozhat, nagyon nehéz bugokat hozhat, és nem is mindig tudsz kb. Mondom, egy 4-es tökéletesnek tűnő, elméletileg tökéletes, tehát papíron tökéletesen párhuzamosítható probléma, mondjuk olyasmi, hogy kiszámolod valami hőeloszlását itt a képernyőnek ezen a részén, ezen a részén, ezen a részén, itt len, és ezen a részén. És külön dobozonként számolod, tehát ez azt mondanád, hogy a 4-szer gyorsabb, mert 4 processzor külön számolja, és mégis ennek is van annyi kommunikációs költsége, vagy egy egyéb költsége, vagy esetleg mások futnak közben a gépen, meg minden franc lóvele van akármi, hogy még ennek is körülbelül ilyen 3-szoros szorzat már nagyon nehéz elérni. 4-et is el lehet közelíteni, de iszonyatosan nehéz. És látjátok, vagy higgyétek el nekem, hogy ILP-ben könnyebben el lehet érni egy 4-es szorzót. SSL-ben meg el tudsz érni, mit tudom én, 16-os szorzókat, vagy akár lehet, hogy nagyobbakat is. Illetve az ILP SSL-nek a ötvözését is tudod használni. Mondjuk lehet, hogy 20-szor meg tudod gyorsítani az algoritmus. És az a 20-szoros szorzó, az könnyen lehet, hogy már egy algoritmikus tényező. Tehát, hogy olyan, mintha egy N-es helyett egy N-log-N-eset használhatsz, és mégis gyorsabb. Tehát ilyet tudsz elérni a SIMD-del és ILP-vel. A cache-sel ott meg ott, aztán főleg ott lehet 50-szeres szorzókat is kihozni. Tehát ott tényleg nagyon algoritmikus és a cache, az körülbelül egy szinten vannak. Azok körülbelül egy szinten tekintendők. Most azért visszavonom, mert mégis így szebben emelődnek ki a dolgok. Oké. Úgyhogy körülbelül azért valami ilyesmi sorrendet csinálnánk. És itt az, hogy a konstansok jók legyenek meg a bit trükközés, az talán legyen a legelső, mert néha az, hogy kicsit okosan csináld a dolgokat, tehát mondjuk egy enum értékében nem össze-vissza írkál számokat, hanem intelligensen, mert látod a bitek hogy alakulnak, tudsz rá jobban szűrni, kevesebb memóriában tudod ugyanazt eltárolni. Itt a bit trükközés mellett azt is írhatjuk azt, hogy pakolás. Paked.
Tehát mondjuk a adatszerkezetet valahogy úgy választod meg, hogy kevesebb helyet foglal, vagy nem csak az, hogy más sorrendben vannak az adatok, és a PKR is jobban működik, hanem sok egyéb technika van erre. Ezt adnám még az egyéb fejlett technikák, nem biztos, hogy annyira fejlett, de most mégis ide az egyéb per fejlett technikák. És az, hogy egyáltalán az, hogy csak olcsóbb műveleteket csinálsz, az is ugye megfontolandó. Ugye mondjuk osztás helyett szorzó, stb. De ezeket általában már a fordító program megcsinálja. De néha vannak olyanok, amit nem tud megcsinálni. Tehát van nyilván az a dolog, hogy mit magasabb szinten gondolkozom, már nehéz ezt megcsinálni. Tehát amikor azt mondod, hogy szorzást, mondjuk egy floating osztást le tudsz cserélni floating szorzásra, nem mindig csinálja meg neked a compiler, de megcsináltad, meg ott van erre esély. De ha azt mondod, hogy egy mit tudom én, valami ja, egyszerű példa, unique-kel akarsz tenni egy adatsort, akkor ugye megcsináltad azt, ez kicsit az algoritmusról is összecseng, de ugye megcsináltad azt, hogy egy más algoritmus használsz rá, és ilyen hashsetes unique-olás, meg megcsináltad azt, hogy sortos, és utána levész rajta. De a lényeg az, hogy igaz, bár ott egy algoritmus választásról is beszélünk, de azt úgy is nevezhetjük, hogy mondjuk nem látsz bele, és csak egy library-t hívsz meg, és azt mondjuk, hogy tudom, hogy az A művelet az olcsóbb, mint a B. De az a baj, nem mindig, ez nem mindig ennyire algoritmikusan egyértelmű, meg itt most vannak áthallások, de ebbe is lehet még kicsit low-levelebb is gondolkozni. De ez a legutolsó. Tehát régen ez nagyon sokáig menő, fontos dolog volt, most már ez a legkevésbé menő igazából. És itt van egy ilyen, ez a branchless programozás, amit már kicsit említettem, hogy megpróbáljuk az if-eket gyakorlatilag megszüntetni a programból, de igazából a jumpokat, tehát a JZ, JMP, a JMP ellen nincsen baj, mert azt ugye tudja majd a procedúra, merre fog folytatódni, csak kiolvassa, és mennek tovább a pipeline-ba a cuccok. De a branchless az arról szól, hogy úgy átírod a programodat, hogy ugyanazt csinálja, de nincsenek benne elágazások igazából, logikai elágazások. Néha vannak, de a gépi kód szintjén nincsenek. És ennek ugye az az előnye, hogy mivel föntről lefele így olvas a processzor, mint itt most kijelöltem a szöveget, gyakorlatilag nincs, ha itt van lenne ilyen, hogy idáig elmentem, de most itt folytatom, vagy pedig itt, attól függően, hogy mi van az if-ben, akkor ugye nem tudjuk pipeline-ozni ezeket, és ott meg tud akadni a pipeline, nem annyira lesz ez a párhuzamosság jó. És ha viszont azt mondjuk, hogy valahogy át tudom írni ezt az egész algoritmust, ezt a két blokkot úgy, hogy mindenképpen valami fog történni, tehát ezek helyett mondjuk mindenképpen ez, de az mondjuk aritmetikai trükkök árán ugyanazt eredményezi. Na ez a branchless technika, és ez egy eléggé fejlett technika, úgyhogy gondoltam, hozok is rá egy példát. Mert az első videónak gondoltam azért mégsem csak azt a nyomorék láncot listát fogjuk egy kicsit megnézni, hogy ILP-re hogyan optimalizáljuk, vagy cache-re, hanem azt mondjuk, hogy hiába azok mondjuk fontosabbak, látjátok ebbe a listán, hanem mégis bemegyünk kicsit ebbe a branchless programozásba, hogy lássátok rögtön valami pró dolgot. Legyen a sorozatnak, hát nem a kezdete, mert ugye a láncot listás alapkód végül is lett így a kezdete, de legyen a igazából optimalizációkkal való foglalkozás elkezdésének az eleje, így rögtön egy ilyen próságosság akkor, jó? Tehát ez a branchless programozás, és hát ez elég király feladat. Hát nem mindig feladat, egyszerűen egy eljárás. És akkor menjünk be a videónak abban a részébe, amikor gyakorlatilag foglalkozunk egy példával, egy konkrét példával. Hogyan kell valamit felgyorsítani? Szóval, akit igazából csak a konkrét példa érdekelt, az valószínűleg ide belekattintott így a videó közepébe. Nem baj. Azért ajánlom nektek, nézzétek meg az előzőt is, mert nem csak egy átfogó dologról van szó, hanem elég sok mélységbe belementünk, és ott benne van az is, hogy ez a branchless dolog, ez miért jó. De aki ezt mind tudja, és csak az érdekli, hogy mi a megoldás, az ide is eljött. Na szóval,
Vegyünk egy egyszerű problémát, mindenki remélem meg tudja oldani, azért ez most egy olyan feladat, hogy mindenki le tudja kódolni, és mindenki viszonylag effektíven tudja lekódolni, és mégis gyorsabbá fogjuk tenni. Oké? Tehát ez igazából már tényleg mikrooptimalizáció, nem arról van szó, hogy nem pessimizáljuk a kódot, és nagyon rossz helyett egy átlagosan jót írunk reflexből, hanem bár mondjuk ezt pont ennek egy fajtáját, a közepesen jót, azt reflexből írtam valamelyik kódázisban itt egy valós projektem, de a lényeg az az, hogy ez egy olyan algoritmus lesz, olyan gyorsításra egy algoritmusnak, ami inkább már tényleg a nagyon szöszölés a mikrooptimalizáció. Tehát ez akkor fontos, hogyha valami beágyazott ciklusban, ahol egyébként ez a kód ez tényleg volt is a másik kódbázisban van, és ott ezen tudtok nyerni, hogy sokszor hívjátok ezt, akkor az kijön. Na szóval, mi maga a probléma? A probléma egy egyszerű feladat, hogy azt mondjuk, hogy van egy számegyenesünk, és vannak rajta intervallumok. Tehát egy AB intervallum, meg egy A2B2 intervallum, és meg kell mondani, itt van az AB, ezek sima integerek, tehát ez egy teljesen egész számos dolog, és meg kell mondani, hogy ezek átfednek-e ezek a számegyenesek. Ez a számegyenesen ezek az intervallumok. Tehát mondjuk itt van egyik intervallum, itt van egy másik intervallum, ezek ugye nem fednek át. Ezek meg átfednek. Na most az, hogy milyen sorrendben vannak az A meg a B, az nincsen megadva, hogy mondjuk A az mindig a egyik oldali, és a B a másik oldali. Tehát nincs az, mondjuk a kisebb az mindig az A, és a nagyobb mindig a B. Ezt nem tételezzük fel. Bármilyen intervallum lehet, és bármilyen sorrendben lehet a két széle megadva. Oké? Hát ez azért van így, mert az algoritmus, ami ezt a kódot használta egy nagyon ilyen inner loopban, az sajnos ilyen adatokkal jöhet, hogy ezt nem akartuk előfeldolgozni, meg ha előfeldolgozunk, akkor mi ott is meg kell csinálni. Szóval az lényeg, ezt nem feltételezzük, jó? És akkor itt ez a naivest, ezt nehéz kiejteni angolul, naivest, tehát a legnaivabb megoldás, nem biztos, hogy ez a legnaivabb, biztos van ennél is naivabb, sőt, tuti ziher, hogy van, az mondjuk ez. Azt mondjuk, hogy először is lebontjuk a feladatot, hogy egy kisebb feladatra. Először megoldjuk azt a kisebb feladatot, hogy van egy intervallum, és van egy pont a számegyenesen, és megmondjuk, hogy ez a pont ez benne van az intervallumban. Itt ugye kívül van, benne van, kívül van. Ezt ugye hogy oldjuk meg? Azt ugye, hogy van egy from to intervallum, van ez az n szám, ami megmondjuk, hogy benne van-e vagy nem, és akkor azt mondja, hogy ha az n az kisebb, mint a from, akkor nincsen benne, ha nagyobb, mint a to, akkor nincsen benne. Na most ez ennyi. Oké? Tehát ez halál egyszerű. Gondolom mindenki érti, miről van szó. Na már most ennek felhasználásával meg azt mondjuk, hogy van két intervallum, össze-vissza cserélgetve lehet, és úgy oldjuk meg ezt a kérdést, hogy azt mondjuk, hogy fogjuk az egyiket, mondjuk az AB-t, itt látjátok, ez az első két sor, itt AB, AB, és az A2 meg a B2, tehát a másiknak a egyik pontját megnézzük, hogy közötte van-e, és a másiknak a másik pontját megnézzük, hogy közötte van-e. És ha bármelyik is igaz, akkor jó. Aztán a következő az azt mondja, hogy ez mondjuk lehet, hogy feltételező, hogy sorrendben is kell lenni az AB-nek. Most mindegy, ez egy naív megoldás, nehezen ügyködjünk, jó? Most nem ez a lényeg. A pro megoldás még azt sem fogja feltételezni, jó? A lényeges az, hogy nézzünk egy nagy megoldást. Azt mondja, hogy utána megnézzük fordítva, hogy a másik intervallumnak bármelyik a két pontja között a első közül bármelyik benne van-e. Mert ugye akkor van metszet. Mert ugye látjátok, ha van metszet, akkor valamelyik között mindig van a másik. És ennyi. És ugye ez vagy művelettel van megcsinálva, tehát ez minél hamarabb végez, ez vagy-vagy, nem, ez fontos, hogy ez nem ilyen egyszeres vagy művelet. Egyébként úgy is lehetne. Ugye, ha egyszeres vagy, akkor ezeket mindegyiket kiszámolja. Ezt nem biztos, hogy tudjátok, de akkor tudjátok most. Ha ilyen vagy-vagy, ez a logikai or, az meg azt jelenti, hogyha már az első igaz, a többit meg se nézzük. Na most ezt, hogy ez igaz legyen, ezt csak úgy lehet leprogramozni, hogy szintén jumpokkal és branchekkel. Szóval van ez a kód, nem túl gyors egyébként, de nem is túl lassú, mert ugye
most mit lehetne csinálni. Ezért az, hogy egyáltalán megmérjük kicsit a sebességet, ez nem lehet máshogy megcsinálni, mint hogy azt mondjuk, hogy legyen egy nagy méretű tömb, és azon is mondjuk ezerszer menjünk át, és úgy azt mérjük meg. És akkor ezt így megcsináltuk, hogy van ez a M méret, van ez az N méret. Ezt a forciklist, hogy tökre nem ide kellett volna tenni, ezt majd meglátjátok, hogy miért, vagy ki, majd ezt kijavítjuk. És itt van benne az, hogy kitöltöttük random számokkal igazából a input paramétereket, meg csináltunk egy output paraméter tömböt, és azt mondjuk, hogy kiszámoljuk rá az eredményt. Jó, és akkor ez igazából, ezt megcsináljuk csomószor, és akkor ebből már lehet valami mérést csinálni. Na most, itt rögtön, ha már egy performanciás videóról van szó, akkor arról is kicsit beszéljünk, hogy miért rossz ez a mérés, hogyha azt mondom, mondjuk rá, hogy time. Tehát mondjuk itt vannak ilyen méréseim a time-mal, és kicsit előre is vetítem, hogy ez a fajta kialakítás, amit ott láttatok, ez lemérve a time sima Linux-os parancsal, még ott is kimérhető, hogy gyorsulnak a eljárások, és ugye többször is lefutott, vagy is kimérhető, pedig ez egy rossz példa, tehát ez egy rossz mérés, nem hozza ki pontosan az eredményeket, hogy melyik mennyivel gyorsabb. Na már most, ez a naív, ez nem a naivist, vagy hogy kell kiejteni, tehát ez nem a legnaivabb még, ez egy ennél már jobb megoldás, az mit tudom én, ez a ezerszer, nem tudom hány százezres tömb, ezerszer való feltöltés vagy bejárása, az ennyi ideig, 6 másodpercig tartott, 6 és félig. És érdekes, látjátok, van ez a linear nevű kódom, ami már csak 6,2, tehát határozottan királyabb, és van ez a linear manuál, ami már 6,1. Tehát még határozottabban királyabb. És érdekes, és ugye látjátok, hogy igazából körülbelül ez így igaz. Tehát, hogy ez többször lefuttatva is igaz, hogy ezek a naívtól egyre jobbak. Most ezeket a optimalizációkat fogjuk megnézni, hogy miket csináltam ezzel a kóddal, hogy így gyorsabbak lettek, jó? Mert ez szerintem nagyon tanulságos. Egyébként ilyen sorrendben is írtam ezeket, hogy ezt a naivesztet, ezt úgy ismertem, de most a C++ kódját ilyen sorrendben írtam, ez más programnyelven egyébként, a linear, tehát itt a közepes változatban, ez az, amit reflexből írtam. Tehát úgyhogy séróból, úgyhogy nem kell gondolkoznom, hogy ja, hát ezt így merek megírni, és úgyhogy semmi energiabefektetésben nem került. Szóval eleve egy kicsit jobb kódot írtam, mint a naív és a legnaívabb, de látjátok, nem ezt a manuált, ami hát ez sem igazából teljesen szétoptimalizált, de ami még egy kicsit gondolkozva lett. Szóval itt megint egy kicsit visszahangolnék arra, hogy vigyázzik el a performanciával, mert nem lehet úgy hozzáállni igazából, hogyha akarjátok, hogy gyorsan jön a program, hogy majd a végén beletesszük a gyorsítást, valamennyire fele gyorsítani, de igazából általában ez nem sikerül. Hamar eléritek a korlátait, és más termék, aki meg úgy állt hozzá, hogy eleve már kicsit figyelt a performanciára, az bármikor 10-szeresen leköröz, de tényleg 10-szer gyorsabb, ha nem 100-szor, ha tényleg figyelt rá. A lényeg az, hogy bár ezt erre figyelni kell, de látjátok, amikor én ugye séróból írok kódot, akkor nem a legjobbat csináltam meg reflexből, hiába nem azt mondom, hogy extra sok tapot szaladtam ilyen optimalizációban, hanem ilyen közepes. De ha séróból írom meg ezeket a dolgokat, akkor az már nem a legrosszabb lesz, de látjátok, nem is a legjobb, tehát azt lehet tovább optimalizálni. Viszont az a cél igazából, hogyha valaki performanciával, meg ilyen hyperv, meg sebesség, stb. Dolgokkal is akar foglalkozni a szakmája során, nem az a cél, hogy a pepecselős munkát tökére vigyed, az is egy külön szakma igazából, de az egyre kevésbé szükséges. Inkább a legfontosabb, ami szerintem viszont széles néptömegeknek is hasznos lenne, hogy ne legyen teljesen rossz a megoldásodok. De már most ezek közül, amiket itt mutatok, igazából egyik sem teljesen rossz, csak ennek is vannak szintjei, mert ez nem fekete-fehérre, tehát ilyen szürkárnyalatok vannak, vagy színes árnyalatok, akármilyen árnyalatok, amiről beszélni akartok. És a lényeg az, hogy a reflexből legyen képességetek viszonylag jót írni. Tehát nekem nem került effortba, nem került munkába, vagy mentális teherbe,
hogy ezt a megoldást hoztam ki, amit itt most kijelöltem, és ez már majdnem itt a legjobb, amit most a videóban fogok mutatni, ezzel még ezerszer jobbat is biztos, hát nem ezerszer, mert azért nem akarok most számokat dobálozni, nehogy valaki szó szerint vegyem, mert ugye dobáloztam, amiket szó szerint kell vennetek, de hogy most képletesen szóval ezerszer, szóval sokkal jobbat még lehet csinálni, ha valaki tényleg vele megy, meg kézzel eszembébe meg tudom írni, stb. Vannak is ötletek, mit kellene írni. A lényeg az az, hogy reflexből külön erőbefektetés nélkül is tudjatok viszonylag jó kódot írni. Erre rá lehet tanulni, és nem annyira nagy erőbefektetés, mint gondoljátok. Nem annyira nagy tanulási görbe, mint sokan gondolnák. Igazából, hogyha arra figyeltek, amit itt mondtam, hogy a algoritmus, a cache, ha igazából a cache, a környezetválasztás és egy-két dolog ILP mondjuk idáig megvan, akkor nagyon-nagyon hatékonyabb kódokat fogtok írni reflexből. És ebben nem is kell annyira erősen belemenni, igazából azért csinálom kicsit ezeket a videókat, hogy egy-két ember ebbe jobban beletanuljon. Na szóval, látjátok, hogy ebbe van optimalizációs lehetőség. Mit lehet csinálni ezzel a kóddal? Kicsit visszahozom magamat oda. Mit lehet csinálni ezzel a kóddal, hogy kicsit jobb legyen? Hát látjátok, itt van egy ilyen if. Tehát itt van az, amiről beszéltem, hogy nem fogja tudni a kód, hogy ezen az ágon megyünk tovább, vagy ezen az ágon, vagy ezen az ágon, és ugye ez itt többször meghívódik, ezért nem tud párhuzamosodni ez a kód rendesen. Na, hogy ezt idézőjelben megszüntessük ezt a branchet, nem is idézőjelben, valósan, ahhoz ezt tudjuk csinálni, és már is branch lesz. Mert ugye mit csináltam? Hát igazából ezt csinálja a kódunk, ugye? Tehát mit csináltunk? Azt mondtuk, hogy ha kívül van, akkor false, ha másik oldalon kívül van, akkor is false, és ugye egyébként meg true, hogy a kettő között vagyunk. De ez tiszta hülyeség, mert nyilván mi ezt leírhatnánk így egy sorba, hogy visszaritörnöljük. És ez nem tűnik, ez egy csak helyspórolásnak tűnik ilyen szépészeti dolognak, de sokkal fontosabb ennél, mert ez egy kicsit jobb. És ez a naív.cpp, tehát ez a nem a naívest, láttátok? A naívest az a, hoppá, az a másik, hát ez most eltüntettem, na mindegy, majd megkeressük valamikor. Hova tűnhetett ez? Itt van. Nem, ez nem az. Na mindegy, szóval ezt most megszívtuk egy kicsit, nem baj, megértettétek úgyis azt a kódot, megvan még az nekünk. A lényeg az, hogy a naívest és a naív között csak az volt a különbség, hogy azokat a ifeket átírtam. Most azt visszahozhatjuk ezt a kódot, méghozzá úgy, hogy azt mondjuk, hogy itt van a naív, ez a naívas változat, a naívest az meg ugye az volt, hogy ez ki volt itt ifekkel írva, itt meg ugye logikával ki van szépen írva. Ez sokkal gyorsabb, de ez az, amit még sokkal tovább lehetne optimalizálni. És a legfontosabb, amit ugye említettem, hogy ezek itt, ez nem branch lesz, ez így, mert sajnos ez a kód ugrásokat generál. És ezt úgy lehet megnézni, hogy ugrásokat generál. Egyrészt, hogy van a fordító programnak egy ilyen kimenete. G++ -S. Na mindegy, szóval assembly-t így meg lehet nézni, és akkor itt fogjátok látni, van egy csomó ilyen JNE, meg innenféle dolog benne. Egyrészt ezt ti is így megcsináljátok. Ez a assembly került belőle. De nem fontos ezt így megnézni, főleg aki mondjuk nem Linuxot használ, bár főleg ilyen jellegű C++ programozás az nincs jobb a Linuxnál. De aki nem Linuxot használ, annak talán ez kényelmetlenebb, illetve ezt tovább föl lehet annotálni, most már nem is tudom, mivel kell fölannotálni, hogy az egyébként megmondja, hogy melyik C++ sor után lettek ezek az eszemlék. Tehát így fölannotálgatja nektek, az már eléggé olvasható. És annak a kimenetéből van ez a Godbolt Compiler Explorer, godbolt.org, Compiler Explorer, ami ide bekopizzátok a kódotokat, 55 sor, ezt ide bekopizzátok,
és itt valós időben lefordítja nektek, mondjuk itt kiválasztottatok a fordítót, hogy GCC 11-jel. Na már most, és itt kijelölve mutatja is nektek, hogy melyik az a rész, amivel az foglalkozik. És érdekes, látjátok, itt kijelölöm, hogy mondjuk ez a rész, ez a JNE, jump not equal. Tehát, hogyha nem egyenlő, akkor ugrik. Az L4-re, ide-vissza. Onnan meg az L14-re, az meg ide le. Tehát ilyen ugrások vannak a kódban, itt ifek vannak. Látjátok? Szóval igazából ez a kód, ez feltételes ugrásokká fordul le, mert ugye ezek nem ilyen egyszeresek, amik bináris műveletek, azokat meg kiszámolja az végeredményt, és beteszi neked egy változóba, hogy visszareturneli. Tehát azért, hogy ezt elvégezhesse úgy, hogy ha már ez megtörtént, akkor visszatérünk, ha ez igaz volt, és ezeket meg sem vizsgáljuk. Ezt nyilván feltételes ugrásra lehet csak megcsinálni. Nem teljesen igaz az, amit mondok, de így hatékony. Szóval, ha ez a logikája ennek a duplás műveletnek, akkor sajnos ebből ugrások lesznek. Most nézzük meg egyébként kíváncsiságból, ezt a kódot meg sem írtam, hogyha ezeket kiteszem így, akkor mit csinál belőle? És... így már egy egészen jó kódot írt, de még így is van benne pár ugrás. Na szóval az a lényeg, hogy az például már is sokkal branch leszebb. De nem csak ebbe az irányba lehet átmenni tovább, hanem lehet még egy kicsit trükközni, amikor gyakorlatilag más megközelítést alkalmazunk. Tehát ugye itt azt mondtam, hogy lebontom egy kisebb problémára ezt, és a kisebb feladat, amit megoldok, a kisebb probléma, az az, hogy egy pont benne van-e az intervallumba. Mert láttam, megfigyeltem, hogyha az intervallumok metszik egymást, akkor az kettő között lesz mindig valamelyik pont. Ez a pont mondjuk. Ugye? Szóval, és azért kell egyébként mindegyiket elvégezni, mert akkor mert ugye lehet, hogy a fordított sorrendek, stb. Na, a lényeg az az, hogy ezt lehet okosabban is csinálni, méghozzá így, hogy máshogy álltok hozzá a programokhoz. Nevezzük el ezt a dolgot úgy, hogy linear. Ez a linear, ez azt jelenti, hogy left, in és right. Tehát balra van tőle, közte van, vagy jobbra van. És a... képzeljétek el, ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy egy pont az az intervallumon belül van-e, ugye ez csak az int jelenti igazából a új terminológiába, helyette azt mondjuk meg, hogy az intervallumtól ez a pont bar, hát nektek jobbra, szóval jobbra van, benne van, vagy balra van? Balra, jobbra, balra, benne, vagy jobbra? Ugye ez a left, lean and right. És ehhez az enumhoz, ugye mert az enum az csak egy integer gyakorlatilag C++-ban, meg enum class is, ugye hozzárendeltem ilyen értékeket, ezt majd fogjuk látni, hogy miért, és itt kicsit visszamegyek ebbe a videóba, hogy a konstansok bit trükközés is, igazából ezzel is most ez a videó egy kicsit fog foglalkozni. Látjátok, ez egy kisebb nyíl, mint itt a branch lesz. Szóval már branch lesz volt kicsit a kód, de még mindig nem volt egészen branch lesz. Na nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni ezzel a felállással. Azt mondjuk, hogy get linear. Látjátok, hogy a x az balra van-e a AB intervallumtól, benne van vagy jobbra. Tehát itt az AB intervallum, itt az x. Tehát itt nem left-right, meg n van, hanem ja, már lusta voltam ennyit kigépelni. Na, hogy csináljuk ezt meg? Ha az x az kisebb, mint az a, akkor left. Akkor balra van tőle, ugye? Hát egyértelmű. Hogyha az x az nagyobb, mint a b, akkor jobbra van tőle. És ha egyik se, akkor benne van. Beleértve az egyenlőséget. Ugye? Ez tök jó. Itt érdekelhet egyeseket, hogy van ez a kérdőjel kettős pont operátor, ami olyan, mint az if, de egy kifejezést csinál. Tehát, hogyha ez igaz, akkor ez lesz az érték, egyébként ez az egész. És itt meg, ha ez igaz, akkor annak a kifejezésnek ez lesz az értéke, egyébként meg itt a kettős pont utáni. Ha valaki nem ismeri, de azért remélem ismeritek. Ezen a szinten, hogyha ezt a videót megnézed, ezt ismertek kell. Na szóval... ha nem, akkor majd megtanulod, és akkor majd valamikor ezt a videót is fogjátok érteni. A lényeg az az, hogy ugye első hallásra ez úgy hallatszik, mintha ez is egy if lenne. Tehát egy feltételes ugrás. Mert ugye ezt a kódot, ezt átírhatjátok úgy, hogy if
X kisebb, mint A. Akkor izé. Letűn L. És akkor azt mondja, hogy else if return X kisebb, mint B, akkor return R, else return in. Ugye valami ilyesmi, most nem akarom szépen írni, de látjátok, ez egy ilyen, gyakorlatilag olyan, mintha ezt leírtam volna. De nem teljesen olyan, mert az, hogy a kifejezés értékét módosítjuk közben, az segít kicsit a fordítónak, hogy hoho, próbáljuk meg ezt valahogy úgy csinálni, hogy branchless kódot csinálunk. Na most, ez azért van, mert ugye vannak ilyen kódok, hogy azt mondjuk, hogy move eaux-ba 1, move eaux-ba 2, most azt mondjuk, hogy cmp ebx 5. És azt mondjuk, hogy ha nagyobb, mint 5, az a BX regiszter, akkor menjünk oda, hogy nagy. És itt van nagy. Ugye ez a, akkor gyakorlatilag egyet vagy kettőt tettünk valamibe. Ez most teszem, hogy gyorsan ide rögtöneztem valami kód. Ez ugye a sima branching kód egy if-nek. Tehát, hogyha if, mit tudom én, x nagyobb, mint 5, akkor 1, akkor return 1, izé, else return 2. És akkor itt, mit tudom én, jelent, hogy itt tényleg return legyen. Meg ide is akkor tegyünk egy retet. Na, a lényeg az az, hogy ez egy példa. Hogy ugye ezt így is ki lehet fejezni, ez az if-es kifejezés. De nem csak ilyen műveletek vannak, hanem képzeljétek el, van olyan művelet is, hogy cmov. Cmov g. Tehát ami azt mondja, hogy összehasonlítottuk az ebx-et 5-tel, nem ugrunk sehova, és ha nagyobb volt, bocsánat, akkor nagyobb volt, az pont ez volt, cmov g, és akkor mondjuk ng. Ilyenre is lehet írni az assembly-t, és ez a cmov, ez jó, most ez nem pont szintax helyes, most csak a logikáját akarom elmagyarázni, nyugodtan nézzetek utána a utasítás táblába, hogy hogy kell a cmov-ot pontosan használni, hogyha valaki ilyet akar irkálni. Conditional move, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez egy olyan ciszkes, tehát nem reduce-os, hanem komplex instruction set-es utasítás, amiben feltételesen csináljuk csak meg ezt a sort. Tehát magában az utasításban van belekódolva, hogy az előző összehasonlítástól feltételesen hajtódjon csak ez végre. De ez is beolvasódik, dekódolódik, végrehajtódik, és a végrehajtás az lehet, hogy skip lesz, és ez is beolvasódik, dekódolódik, végrehajtódik, és lehet, hogy skip lesz, de látjátok, hogy ezeket lehet párhuzamosan csinálni, amit nem lehet párhuzamosan, hogy ez az CMP-re várnia kell ennek és ennek, és a RET-nek várnia kell annak is annak, de ezt a kettőt, látjátok, lehet teljesen párhuzamosan csinálni, csak ugye nem történik meg valamelyik. Ez van. És ugye mivel kölcsönösen kizárja egymást a két eset, nem baj, valamelyik nem történik meg, mi arra pont számítunk. Szóval lehet ilyen assembly-t írni, és ilyenekre jobban segíted a fordítót, hogy ilyenekre generálódjon a kód, hogyha ilyen kérdőjeleket és pontok vannak a nyelvedben, programnyelvben, mert ugye az expressionből látod, hogy igazából ez egy conditional move. Tehát azt mondjuk, hogy összehasonlítjuk ezzel a mit tudom melyik regisztert, megcsinálják ennek az összehasonlítások az eredményét, és azt mondjuk, hogy egy regiszterbe betesszük ezt az L betűt. De fordítva, bocsánat, hogy először alulról kell ezt elkezdeni, ugyebár. Megcsinálják ezt a összehasonlítást, betesszük egyik regiszterbe ezt, vagy azt. Oké? Okay. Bement a B regiszterre mondjuk. Utána pedig azt mondjuk, hogy az A regiszter az legyen ennek az összehasonlításnak a fejébe. Vagy ez az érték, ugye ez az egyik cmov, vagy a másik cmov, hogy beletesszük ezt. Tehát igazából lesz kettő cmov itt, amik viszont párhuzamosak, tökre. És lesz egy kis adatfüggőség a kettő között, amivel egy másik cmovot lehet ezzel csinálni. Tehát ez ilyenre le tud fordulni. Na most ez nem konkrétan biztos, hogy a fordított program számára is egy cmov lesz az eredményben. Mert sokféle ilyen branchless dolog van az utasítás készletben, főleg más proci architektúrában még több dolog van. De az egyik dolog az az, hogy
tényleg van ilyen CMOV, mondjuk X86-on, és erre is lefordulhat. Vagy kézi assembly-be lehet, hogy ez lenne a leghatékonyabb. És ha megnézitek ezt a utasítás táblázatot, akkor azt mondjuk, hogy a CMOV az létezik be, mondjuk ha regiszter-regiszter között és a memóriából nem töltünk be semmit, látjátok, a memória betöltés tök hosszú ideig tarthat, regiszterbe betöltés meg soha. Tehát mindenképpen egy óra jel alatt az egész befejeződik. A latency az azt jelenti, hogy az egésznek az átfutása mennyi. Tehát itt a Instruction Pipeline, ez az egész három művelet együtt megcsinálódik egy óra jel alatt. Be is fetcherődik, dekódolódik, exekutolódik. Tehát mindent megcsinál, annyira ki van erre hegyezve a processzor. Láttatok a, mit tudom én, a div művelet, annak a latency-je minimum 10, de a throughput-ja az tök gyors lehet, de a latency az ugye minimum 10, tehát csomó ilyen lépésből áll, csomó ilyen mindenféle lépés, gondolom execute lépések állnak csomó lépésből. De a CMOV az ilyen iszonyatosan, meg a sima MOV is, meg a sima ALT, meg ilyen egyszerű dolgok, azok szét vannak optimalizálva még latency-be is, tehát hogyha egymástól adatfüggőségben vannak egymástól, mert ugye itt az egyik adattól függ a ettől az adattól függ ez a másik CMOV. Ugyebár, úgy kéne leírni egymás után, hogy ennek az eredményétől függ, hát, nem biztos, ennek a második CMOV-ja, az első CMOV-ja nem. Szóval, az a lényeg, hogy ezek egészen jól átlapolódnak, de még akkor sem kell sokat várakozni, ha egymásra várakozni kell, és ki kell várni, amíg az egész művelet lezajlik. Persze a throughput, az látjátok, az egy óra jel alatt kettő is átmegy. Tehát 0-50 óra jelig tart megcsinálni belőle egyet. A lényeg az az, hogy szóval, hogyha ez ilyen CMO-val meg lenne írva kézzel, mondjuk kézi assembly-be, akkor ez elég faszán gyors lenne. Ami meg még egy dolog, hogy itt van egy adatfüggőség, oké, van az a egy óra jel, amit ki kell várni, és nem lehet teljesen kettes ILP-vel futtatni ezt a dolgot, instruction level paralelizmusnal. Ez elég szomorú, de nem baj. Nem lehet kettesen futtatni. Itt a másik dolog, hogy viszont ez inline-olódik, főleg a static inline egyébként egy ilyen semmilyen klasszban nem lévő függvény, akkor még ilyen force inline, meg egyéb dolgok nélkül is, mert egyébként vannak ezek a force inline-ok, meg mindenféle trükközés, van olyan is, hogy no inline, semmiképpen ne inline-olod be, majd ezekről másokról beszélek majd a cache miatt, egy másik videóba. Szóval a force inline, ez egy olyat csinál, hogy ugye mindenképpen behelyettesíti a kódot ide, és ide is, aminek nem csak az a lényege, hogy itt nem történik függvényhívás, és az egy kicsit gyorsabb, mert azt nem kell megcsinálni, hanem a fordító program jobban tudja csereberélni a utasításokat, mert jobban látja ezt az egészet egyben, mintha ezt ide behelyettesítettem volna. Csak nem a return-be, hanem ezt innentől kezdve ide az értékadáshoz. És a még fontosabb, hogy sorba, össze-vissza sorra rendezheti azokat a dolgokat, mert ez a sor teljesen független, látjátok, ettől. Mármint az inputjaik összefüggenek, de a kimenetét tekintve nem függ. Tehát nincs ilyen, hogy az egyiknek a kimenetétől függ a másiknak a bemenete. Ez az adatfüggőség, ugyebár, és ezt kéne kerülni, hogyha ilyen pipeline-osítás, meg ilyen instruction level paralelizációt csinálunk. És a branchless programozás is ezért működik, hogy ezeket segíti például. Meg ugye a spekulációt is segíti, csomó minden segít. Még a cache, instruction cache betöltést írtozatosan sok mindent segít, de most mivel csak ezt hoztam eddig föl, ezért erre próbálok hivatkozni. Ez kicsit be volt vezetve. A lényeg az az, hogy mivel ezek viszont függetlenek, átrendezheti a fordító program, és még a processzor is az utasítások sorrendjét. Tehát nem biztos, hogy ilyen sorrendben fog végrehajtódni. És nem csak arról beszélek, hogy lehet, hogy ez ilyen sorrendben fog végrehajtódni, hanem lehet, hogy ennek a sornak bizonyos elemei és ennek a sornak bizonyos elemei átlapolva lesznek így. Ami azért jó, mert ez a dolog függ ettől a dolog, nem, ez a dolog függ ettől a dologtól, az nem baj, mert közben párhuzamosan lefuthat ez a teljesen független dolog. És mégis pipeline-osodik, tehát ez sokkal jobb így. Ezért az inline-olás az ugye nagyon fontos tud lenni, ezt nem is tettem föl ebbe a listába. Hát végül is ez a pipeline-oláshoz kicsit hozzátartozik az inline-ologatás, de
De ez még itt a egyéb fejlett technikákhoz így befigyel. Mindegy. Most ezt ide soroltuk be. A lényeg az az, hogy hiába vannak itt adatfüggőségek, azok sem annyira jelentkeznek, mert ezek itt lepározonosulnak. És akkor igazából hol vannak itt adatfüggőségek? Mert azt mondjuk, hogy ettől függ ez, de nem baj, mert ezt a két sort lehet párhuzamosan csinálni. Tehát ez körülbelül, hogyha ilyen CMOV-val csinálnánk, akkor azt mondanánk, hogy itt ez körülbelül 3-4 ciklus maximum ezt elvégezni. Nem, bocsánat, 1-2 ciklus csak maximum ezt elvégezni, mert ugye 0,7-es trúpotok vannak. És egy várakozás van benne, de az a várakozás itt eltűnik, mert ugye ezek átlapolhatjuk, tehát tényleg körülbelül egy ciklus alatt ezt az egészet elvégezhetjük itt a kettő között átlagban, tehát körülbelül két ciklus sem történik, egy ciklus alatt elvégeződik ez az egész átlagban, vagy másfél alatt, vagy ilyesmi. Itt pedig azt mondjuk, hogy persze átlapolva majd ezzel, most ezt nem hozom be, itt pedig milyen adatfüggőségek vannak, ugye az A meg a B-től, mindkettőtől függ ez a művelet, meg ez a művelet, de ő és ő szintén párhuzamosan történhet, tehát ezt úgy kell elképzelni, a CPU-nak a frontendje, amit láttatok azon a csodálatos ábrán, hol van ez a wikichipes ábra, a CPU-nak a frontendje, látjátok, hogy igazából itt sok ilyen mikro utasításokat ezt lebontja, tehát ő maga be kódol nekem sokkal kisebb ilyen riszkjellegű utasításokat, és ő azt megcsinálja, abban mondjuk benne vannak ezek a fetch-ek, meg visszaírások a memóriával, tehát ilyenekre is kell gondolni, nem csak arra, hogy egyszerű. És ő igazából azt be tudja párhuzamosan ütemezni, ő maga is, a processzor is. Tehát a fordító programjára nem venni a fáradtságot, van egy ilyen auto forder execution nevű dolog a processzorban, ami ő maga megpróbálja átrendezni megfelelően az utasításokat, de megint csak ugye azt kell mondani, hogy mivel ez ilyen sok gigahertzen fut hardwareből van megcsinálva, gondolhatjátok, hogy ez nem egy nagyon szofisztikált algoritmus. A fordító programnak meg van egy, mit tudom én, másodpercek állnak rendelkezésre, amíg ezt megpróbálják kitalálni, amíg ugye kiváljátok, amíg forduló program optimalizált release buildben. Úgyhogy nyilván a fordító program ebben kicsit jobban megpróbálja ezeket így berendezni, de ha nem csinálná meg, még a processzor akkor is rásegít. Illetve egymással is rásegítenek. De a lényeg az az, hogy ezeket viszont hiába próbáljuk átlapolni, ennek van függősége ettől, meg ennek is van függősége ezektől, mind a kettőtől, és ennek az és műveletnek, ami itt viszont nem logikai, hanem ugye nem logikai és, tehát nem lesz belőle jump, az viszont függ ettől is, meg ettől is, és összesen akkor hogy néz ki ez az ábra? Tehát úgy nézett ki, hogy függ a... Tehát egyrészt az A kiszámításához kell... Tehát van egy ilyen ez a belső függőség, ez egy csillaggal megjelölöm, mert ez eltűnik, amikor párhuzamosan csinálódik a BB-vel. Ott van egy ilyen függőség saját magával, de az nem probléma. Tehát ez itt egy klokk alatt megtörténik. Aztán ezektől függ az AA és BB, és az AA plusz BB művelet. És ettől függ mind a kettőtől az és attól függ a egyenlő. És mivel ezek mind ilyen halál egyszerű dolgok, ezek igazából gyakorlatilag 4 klokkal át tud menni az egész. Az egész művelet. Most, hogyha ez full SMB-ben széne, optimalizált kézzel. Na most nem ezt fogja csinálni a fordító program. Tehát ennyire nem biztos, hogy okos, hogy ezt ilyen CMOV-okra kifordítja. Mert hát, ugye bonyolult nyelvi szemantika van, meg kell ezt írni, föl kell ismerni, nem mesterséges intelligencia, és azért azt se akarjátok, hogy ilyen brute force-szal próbálja a fordító program fordítani az egész kódotokat, mert akkor 50 nap múlva se fordul le, tehát nyilván vannak korlátai. De nagyon jól optimalizál. De az elfbe, hogyha SMB-be kiírnád ilyen CMOV-okkal, meg ilyen jó kis branchless dolgokkal, akkor ezt tudnál megcsinálni, körülbelül ez az egész dolog, ez ilyen 4 klokk alatt átmenne. Throughputban mondom, most ezt nem lehet SMB-be. Átlagosan. Na már most, és láttátok, kicsit visszavonom itt ezt. Opa, opa.
eredeti állapotába. Na, de azért el akarom magyarázni, hogy de hogyan működik az algoritmus. Mert bocsánat, ebben nem mentem bele. Itt most azt néztük, hogy miért gyors. Kurva jó, de eddig csak elhittétek nekem, hogy ez működik is. Ugye a leftin, a linert, azt kicsit elmagyaráztam, hogy hogy működik, de akkor még egyszer elmagyarázom, mert erre lesz ilyen bekattintás. Ugye csak azt mondják, hogy tőle egy szám az intervallumtól balra benne vagy közben van, azt adja vissza, nem csak az, hogy benne van, nem true vagy false, hanem balra benne vagy közben van. És ide kiválasztottam ezeket a csodálatos trükkös számokat. Na már most, közben ránézek, hogy még mindig tartja a videó, hú, áll Istenek, igen, nem fogyott el a gépemen, mert ugye ezzel baj tudám lenni, és akkor felvehetem újra. Szóval a lényeg az az, hogy azt mondjuk, hogy ilyet adunk vissza, és ezt viszonylag branch, nem viszonylag, branch lesz ilyen fordítható módon adjuk vissza, és azt mondjuk, hogy akkor elkaptuk ezt az A-t meg BB-t. Tehát mit csinálunk itt? Azt mondtuk, hogy az egyik intervallumot kijelöltük, ezt az AB-t, és azt mondtam, hogy a másik az left vagy right vagy középen van, egyik végpontja, és a másik végpontja is left vagy right vagy középen van. És itt van az a művelet, ami egy trükkösség, hogy azt mondta, hogy logikai éseljük ki az A-t a BB-vel. Ez mit jelent? Azt jelenti, ide van írva, first term is zero, if any of, ha bármelyik, az egy in. Mert ugye mit jelent? Az in, azt én úgy választottam ki, hogy nulla, de csupa nulla bit. Ha bármelyik in, azzal bármit logikai éselni, az egész regiszter nulla lesz, vagy az egész érték. Tehát, hogyha az A nulla, vagy a BB nulla, akkor ez az egész kifejezés nulla lesz, és azzal éselni az egész nulla lesz, ugye? És akkor azt jelentette, hogy az egy false lesz, mert ugye bullafajul, és a false az pedig azt mondja, hogy nem, vagy nincs overlap. És mit jelentett ez? Hogyha bármelyik in, ja nem, és meg van ebben egy fordítás, mert azt mondtuk, hogy nullára nézzük meg, látja, így van ez zárójelezve. Tehát, hogy ha ez nulla ez az eredmény, akkor van overlap. És nyilván, hogyha mind a kettő, ha bármelyik in, ha bármelyik belül lett, ugye ez az előző logikának, a naívnak a gondolatmenete, akkor már is biztosak vagyunk benne, hogy van overlap. A másik dolog, és itt jön az, hogy ez több esetet is kezel, mint a naív egyébként, hogy azt mondjuk, hogy a második term, tehát ez az összeadás, ez akkor zéró, ha mind a kettő zéró, vagy egymásnak ellentétes. Az azt jelenti, hogy mind a kettő zéró, az azt jelenti, hogy mind a kettő in. Tehát 0 plusz 0 az ugye 0. De érdekes módon, most lehet, hogy nem is lehet, hogy mind a kettő, nem, az azt jelenti, hogy, hogy teljesen benne van az egyik a másikban. Ugye azt jelentette ezt, hogy az AB intervallumban teljesen van benne. Mégiscsak kell egyébként, hogy az A egy kisebb vegye meg a B, de hát mindegyet most hagyjuk. A lényeg az az, hogy ez így is branch lesz, és jobb. A lényeg A plusz BB. Tehát ez akkor lesz nulla, ha mind a kettő pont az AB-n belül van, vagy pedig egymásnak ellentetjei, tehát kívül vannak. Az azt jelenti, hogy a nagyobb, ugye a másik intervallum, tehát A2B2, az tartalmaz minket. Bocs, ezeket az eseteket kezeli ez király. Jó? És ugye itt van még ez a nulla ellenőrzés. Na már most, azt már előbb lelőttem a poént, hogy a naívhoz képest a liner az, látjátok, határozottan jobb. Hát nem sokkal, ilyen 5%-kal, de majd látjátok, hogy a mérés ugye el van baszva. Tehát, hogy ez sokkal jobb lenne. De azt láttátok, hogy ez gyorsabb. De miért? És nézzük meg ezt most a Godboltba. Betesszük ide a Compiler Explorerbe. Nézzük meg. És nézzük meg, hogy ez mivel fordul. Ez még a GCC 11 mivel fordítja. És azt látjátok, hogy itt ez a for ciklus, az itt kezdődik. Itt már megjelenik ez a set G. Na mi ez a set G művelet? A set G olyan nincs, de mondjuk van set B, meg set E, vagy set ne, set
Na mindegy, szóval a G az csak egy ilyen... igazából nincs ilyen opcode, hanem az egy alias egy másikra. Mondjuk nézzük meg a set B-t, mindegy. A set B, hát ez azt mondja, hogy ez beállítja, beállít egy byte-ot, ha a komparálás az valami volt. Szóval ez branch lesz, mert ugye nem az van, hogy komparálunk valamit, és elugrunk, hogyha máshova az if-nek egyik ágában, a másik ágában, nem egy ugrás történik, hanem ez egy branch lesz kód, mert ez a set g, ez meghatározza, hogy mi történt. Tehát, hogy önmagában a procin belül történik a branchelés, viszont így a instruction cache beolvasás, meg a branch prediction, meg minden ezt nem kell megcsinálni, mert ez procin belüli mikro művelet. És ez elég gyors, láttátok, ez is egy ilyen gyors trúputas, gyorsos. Úgyhogy most itt visszamegyek, hogy keresztül menni. Ja. Láttátok, a latencia is gyors, a trúputja is nagyon gyors ezeknek a set akármi műveleteknek. Tehát nem mindig CMO-val oldódik ez meg, hogyha a fordító program megcsinálja, hanem néha ilyen szettel. Na, de viszont, ha visszamegyünk, nem csak ezt látjuk, tehát félig ezzel van megoldva, igazából ez a belseje van ezzel megoldva, látjátok, kijelölődik. Tehát a kérdője kettéspontnak a belseje ezzel oldódik meg, a külseje az viszont if-fel van megoldva, tehát feltételes ugrással, gotus, conditional gotuval gyakorlatilag, jump greater or equal. Szóval az a lényeg, hogy érdekes módon a felét ennek a kérdőjele kettéspontnak azt ugrással csinálta, a másik felét meg branch lesz. Ez gondolom egy heurisztika, azért, mert hogyha, mert egy dolgot azért nem beszéltünk, hogyha ez egy branch lesz kód, és mondjuk itt is utána branch lesz kód van, és másik ág is oda van írva, akkor viszont van egy igazi branchelésnek, tehát az if-elésnek van egy előnye azért. Hogyha azt mondod, hogy if valami, és ez a blokk, és ott van az else, és a másik blokk, az else soha nem fut le, ugyebár, hogyha már bementünk az if-be, és ha az else-be bementünk, az if sose fut le. Ha a branch lesz kódot nézzük, az körülbelül olyan, ezek a CMOV, meg ilyen setG, meg ilyen jellegű műveletek, ezek olyanok, hogy mintha mindkét oldalát az if-nek futtatnánk egyszerre. Egymás után, vagy egymás mellett, inkább párhuzamosan. Azért, hogy párhuzamosan futtathassuk. És ugye, hogyha ezeknek vannak átfedő dolgaik, vagy egyáltalán csak gyorsabb lesz így a algoritmus, vagy kisebb, akkor ezen nyerünk. De ha többet vesztünk azon, hogy még egyszer meg kell csinálni, tehát nagyméretű ifeket próbálunk ilyen branch lesz-i alakítani, akkor nyilván egyre többet fogunk rajta veszíteni, és jobb lett volna tényleg igazi jumpot csinálni. És szerintem ez egy ilyen heurisztika itt a GCC 11-ben, hogy azt mondja, hogy a külsőt, mert ugye ez a külső művelet, azt már nem optimalizálja ki branch lesz-i, a belsőt azt meg igen. Mert ugye lehet, hogy ezt egymás bágyazott 50-szer, és tök bonyolult lenne, és elkezdené időt veszíteni rajta. Szóval ez egyáltalán nem... De jó volt, mintha kijelentett majd jelölni, és akkor így mutatta. Nem tudom, hogy értem el. Na mindegy. Szóval ez egy értelmes optimalizáció, amit választottak. Ez egy félig branch lesz kódot adott így ki. Nem teljesen branch lesz, hanem félig branch lesz. Itt meg ugye fontos volt, hogy látjátok, ez is ilyen branch lesz dolog. Ez a sete, ez is ilyen művelet. Szóval destination... Látjátok, az annyit csinál, hogy de jó, hogy hoverbe is kiírja, hogy nullára vagy egyre ad be valamit a flag regiszterek alapján, amit terem, és a többi. Tehát ez a egyenlő-egyenlő checket, set ha equal, tehát ez a egyenlő-egyenlő checket is branchletbe megcsinálta. Szóval ez már egy elég jó megoldás, és érdekes, de ha fölmentek a trunkra, tehát a legújabb, mint egy 13 utánira, 13.3 vagy 14, nem tudom, mi lesz majd ebből, amikor kijön. Ugye ez a legújabb GCC, hogyha följöttek a legújabb GCC-re, és azzal fordítjátok le, akkor teljesen más fogtok látni, mert sokkal okosabb lett a fordítóprogram. Nézzétek meg, hogy mi lett belőle. Na már most, ez itt az... Hoppá. Ez a L4, ez az a ciklus, ami ez a ciklus. Látjátok, ez ott kezdődik. És itt csupa ilyen fura műveletet láttok, hogy move dekva, add, move dekva,
PCMP, QDT, stb. És csomó műveletet láttak, és sokkal hosszabb kódot is láttak, viszont nem igazán vannak ugrások benne, tehát látjátok, hogy nincsenek ilyen labelek, ugye a címkék, hogy odaugorra a Gotobu jellegű, feltételes ugrás, JGJ-je, stb. Tehát ez az egész ciklus itt, ez, és ezeket szinte ki sem tudod jelölni, de láthatod, hogy ezek benne vannak abban a részben. Szóval itt van egy kis előkészítés, de értitek. Az az egész ciklus, ami ott folyik, ez a nagy főciklus, ez fullra beinlinolódott, és teljesen branch lesz. És nem csak branch lesz, hanem seamed. Tehát komolyan a fordító megcsinálta seamed-i műveletekkel, tehát ezt is automatikusan autovektorizálta nekünk a fordító. Nagyon kemény, és sima O2-vel fordítottam, látjátok, nagyon-nagyon-nagyon kemény. Tehát ezek a XMMS regiszterekkel teljesen beautovektorizálta. Ez azért, ez le a kalappal, ez egy nagy teljesítmény. Tehát branch-eket teljesen megszüntette, és a autovektorizálást is megcsinálta, és egyébként az én fordítom is körülbelül, hogyha azt mondjuk, hogy G++ version, akkor ez a 13.2.1, tehát hogy igazából nekem is a trángos változat van gyakorlatilag Arch Linux, szóval mindig mindenből a legújabb van, tudjátok, ez ilyen rolling release distro. Tehát, hogy a mérésben is ez volt benne, azért lett gyorsabb, mert ez full szétoptimalizálta. 2.24 sor, kicsit hosszabb, de full szét van optimalizálva. És egy műveletet akarnék kiemelni, ezt a PCM EQD-t, amit itt most megnézünk, a variációit, azt mondja, hogy csinálunk egy seamed komparálást, tehát tudunk több regisztert párhuzamosan komparálni, és nem csak összeadni tudunk ilyen single instruction multithread data, hanem összehasonlításokat is végezni, és azt mondja, hogy if a data element in the destination operand is greater than the corresponding date, data element, ez data nem date, element in the source operand, de corresponding data element in the destination operand is egyes, csupa egyes bitre állítja. És itt ki akarnék emelni valamit. Csupa egyes bitre állítja, ha nagyobb. Na most nézzük meg a kódot. Visszamegyünk kicsit a kódba. Hogy választottam meg ezeket a számokat? Egyrészt azért, hogy az algoritmus kijöjjön. Ugye ez kellett a tükközéshez, hogyha összeéselem ezt a két dolgot, nézzétek meg, ha össze van éselve, ugye a innan a nullát jelentette, tehát minden bit nulla, akkor ez eltűnik. Az összeadásnál, ugye akkor lesz nulla, hogyha a mínusz egy és a plusz egy összeadódik, vagy pedig, ha mind a kettő nulla. Tehát vagy mind a kettő belül volt, vagy mind a kettő így távol volt kívül. Tehát, hogy tartalmazta a cuccot. Tehát ez logikai trükk is volt, de ide írhattam volna mínusz kettőt és plusz kettőt is, ugye az összeadáson nem változtat, a éselésen nem változtat, ez kicsit hülye bitek jönnek ki a végén, de egy nullával hasonlításon megint csak nem változtat. Miért nem tettem? Nem csak azért, mert szépészetileg meg ugye az egyes és a mínusz egy az a legközelebb van a nullához, hanem azért, mert a mínusz egy az csupa egyes bit. Kettes komplements ábrázolással úgy néz ki a mínusz egy ábrázolva, integerbe, byte-ba, előjeles karként, bocsánat, byte-ba nem, szóval byte-ban nincs is mínusz egy. De úgy van ábrázolva mindig, hogy csupa egyes. És ugye a mínusz kettő lenne a csupa egyes, és a legvégén egy nulla. Stb. Stb. Tehát így. Kettes komplementre ugye ugyanúgy vannak a számok, ugyanúgy működik a kivonás összeadás a előjel nélkül és előjelesen, és nincs külön előjel nélküli összeadás és előjeles. Teljesen ugyanazt csinálja a processzor. A kettes komplements miatt csak logikailag hogy nézel a számra, azt határozza meg ez, hogy int van ide írva, vagy unsigned int. Tehát ez tök mindegy. A prociban a összeadás nem ugyanaz. A divnél, meg ilyen osztásnál, meg ilyeneknél ott néha van egy kis trükközés. De a kettes komplements az ugye ezért pro. És a mínusz egy az ugye a csupa egy bitet jelentette. És nézzétek meg, ugye az a lényeg, hogy itt n-nél visszaadhatunk ilyen l-t, az ugye a mínusz egy, a csupa egy bitet, az pont az, amit ez a művelet, ami véletlenül van a processzorba, visszaad. És akkor meglátta a fordító program,
Hú, de jó fej volt a Ricsi, azt a mekkora ász volt, nem vagyok nagy ász, ez igazából itt az algoritmus miatt nekem így szebb volt szemre, de ha ide mínusz kettőt írsz, akkor ez már nem lenne igaz, de ő szempontjából ő azt hitte, hogy hú, de ász volt a Ricsi, megcsinálta nekem, hogy csupa egyes bit jött. Hát ez marha jó, mert akkor használtam ezt a műveletet a processzorban, ezt a tök jó kis színű műveletet, és párhuzamosan hasonlítok össze iszonyatosan sok integert, tehát mit tudom, 4-et vagy 8-at egyszerre párhuzamosan másik 4-el vagy 8-al. És ezt a ciklust, ami ugye itt van ez a ciklus, ezt ő szépen unrollozta, az unroll az ugye azt jelenti, hogy a ciklus magot egymás után írja, és utána mit tudom, egyszerre 8-at hajt végre, vagy 10-et, vagy valamennyit, és elején meg ugye végrehajtott párat, azért volt egy kis ilyen előkészület, hogy azzal osztható legyen. Tehát egy párat végrehajtott simán, és utána meg 8-asával, ilyen szintivel, mint az állat végrehajtotta, és nyomta le. Szóval nagyon profi kód keletkezett ebből már. És egyébként ez volt az a megoldás, amit hát egy reflexből írtam. Tehát ez még a gondolkodás nélküli, hogyha ez a probléma volt, hát ez a megoldás jött rá. Egyébként szerintem nálam az A és a B az ugye mindig ilyen olyan sorrendben van, hogy kell. Most lehet, hogy arra azt kicsit hazudtam, hogy ez arra is figyelem. Most ezt nem akarom így este közelettével munkaórák után átgondolni nektek, jó? De szóval ez egy pro kis dolog. És láttátok, mekkora jót csinált belőle a fordító. De sajnos a régi GCC az még nem csinálta meg, az egy félig branchless kódot csinált, az is pro, de nem volt benne Cindy. Lehet-e ezen vajon segíteni? Lehet. És lehet-e vajon olyat, hogy mondjuk azt mondod, hogy hú, te mondjuk TypeScript-be, meg JavaScript-be programozol, és ez ki tudja, hogy a fordított program, vagy a V8 majd valaha egyszer ezt kioptimalizálja el neked branchless programmal. Lehet-e olyat csinálni? Hát gondolom, láttátok, hogy itt volt még egy mérés, ez a linear manuál, ami még kicsit gyorsabb volt, illetve itt még jobban kijött. És érdekes módon, szóval, ezek szerint lehet. Nézzük meg, hogy kell ezt csinálni. Igazából az a kód, az teljesen ugyanaz lesz, mint ez. Minden teljesen ugyanaz, kivéve ez a getliner. Ahogy ez a kérdője a kettős pont benne volt. Mert láttuk, hogy ez akasztotta meg a GCC 11-est, a régit. Hogy itt a kérdője a kettős ponttal kellett okoskodni. Ugye ezzel volt neki problémája. Ezért nem tudta szétszintelni az egészet, és ezért nem tudta teljesen branchless szétenni az egészet, ezért voltak benne ugrások. Na most a manuálba ehelyett ezt csináljuk. Tehát ehelyett, itt még mindig ide van írva, ezt a trükkös szarságot csináljuk. Ez már kicsit ocsmány, de egyébként ez sokkal egyszerűbb kóddal lehetne írni. Most ezt azért hagytam ebbe a formába, hogy tudjátok követni a gondolatmenetet. Mert ha tudtátok követni, hogy ez miért történik, left, in vagy right, ugye ez elég egyszerű, ha kisebb, akkor left, nagyobb, akkor right, egyébként meg in. Ha tudtátok ezt követni, akkor azt nézzétek meg, hogy in vagy right. Először ezt döntsük el, egy értékkel. Hát az in, az nulla. És itt megint vissza megy az, hogy érdemes itt a bit trükközés, pakolás, konstansok jó megvásárlására is azért figyelni néha optimalizálásnál. De ez tényleg ilyen mély szintű optimalizálás, mint a branchless coding, amit most mutatok. Tehát az in, az ugye egy nulla, a write az meg egy. Na már most, hogyha megnézitek ezt a programot, hogy valami izé, valami hozé, és A kisebb, mint B, B kisebb, mint A, ugye mind a kettő nem lehet igaz, egyik az true lesz, másik false, mit ad ez vissza, látjátok, nullát és egyet. Tehát a true-val és false-ból pont nulla és egy lesz, ugye ezt ki lehet használni. És érdekes, hogy itt is pont nulla és egy van. Ezért jók ezek az alacsony szintű programnyelvek, hogy ez ugye a logikai értékből kifejezést tudsz írni. Mert szépen át tudom írni, oké, ez csak ennyit jelent. Tehát hogyha ez igazából csak ennyi, hogy x kisebb, mint b. Tehát hogy azt mondjuk, hogy in, tehát 0 vagy 1, azt kiszámoltuk ebből, hogy x kisebb, mint b. Mert ugye az lenne a logika a branchless-en, hogy
aritmetikával csináljuk akkor ezt meg, ha nincsenek ilyen CMOV meg hasonló műveletek, és aritmetikával hogy lehetne ezt az egészet megoldani, ez tényleg úgy, hogy semmi támogatásod nincs ilyen branchless utasítás készlet a processzorodban, valami gagyi mikrovezérlő, ott is tudsz általában néha branchless programozni, meg ezt régen shader kódoknál is használták ezt a technikát, és az a lényeg, hogy ez a X nagyobb, mint B, látjátok, hogy akkor megszoroznám, ugye ez nulla, a nulla vagy egyet megszoroznám ezzel, az ellentétjét meg megszoroznám a másikkal. Ugye ezt meg lehet csinálni így a... Először ezt csináljuk, bocsánat, most ezt. Tehát, hogy R vagy IN. IN or R, mindegy. Csak ugye ezt leegyszerűsíthettük még tovább, mert észrevettem, hogy ho-ho, le is írtam ezt a kódot az Évan kikommentezve, hogy ho-ho, hát itt föl lehet ismerni, hogy itt van 0 meg 1, és ugye... Ugye tudjuk ennek a belső résznek, hogy ezt a részkifejezést az in-be értékül adjuk meg az R-t. De ez ugye nem lesz rögtön jó, mert az in az csak akkor lesz igaz, ha a másik fele is igaz. Ott viszont kiírtam a szorzásokat, és azt mondjuk, hogy left or in or R, az azt mondja, hogy x kisebb, mint a, tehát megcsinálom ezt a műveletet, ez 0 vagy 1 lesz, megszorzom azzal, ami itt van mögötte, ugye az maga az az érték, vagy 0. És ehhez hozzáadom, itt van a trükk, az alternatívát, tehát egy igazézélem az elzárgat. És ezzel a trükkel lehet csinálni branchless programot úgy is, hogyha nincsen semmiféle utasítás készlet támogatásotok rá. Sima aritmetikával. Egyébként nem csak szorzással lehet ezt elérni, más ilyen aritmetikai trükkökkel is ki tudjátok ezt játszani, de a szorzás egyébként ma már egy mai procikon elég gyors, tehát még ilyen embedded cuccok is általában rendelkeznek vele, úgyhogy általában tudtuk branchless kódot írni, hogyha van valami pipeline. Egyébként sajnos, hogyha nincsen pipeline, nincs szuperskalár végrehajtás, nincsenek ilyen dolgok egy mikrovezérlőbe, akkor teljesen felesleges ezekkel foglalkozni, és sokkal jobb igazából az ugrásokat megcsinálni. Egyszerűen csak az összes modern gépen még sok tényleg mini mikrovezérlőkben is vannak ilyenek. Úgyhogy érdemes, ARM-ban is van minden forgon. És ezt azért mindenki támogatja, ezt a módszert. Ezt a módszert tényleg csak a leggagyibb bit, meg a VR 8 bites mikrovezérlő nem tudja, ahol mit tudom én, könnyen lehet, hogy még szorzás sincsen. És akkor megszívhatjátok magatokat, hogy ezt nem egy ívvel írtátok ki, de igazából meg mondjuk 8 bites retro számítógépek kódoltok vagy programot, akkor is megmennyi vagy a videó szerencsére jó. Akkor is ugye ez baj lehet, de ugye érzitek, hogy igazából a legtöbb esetben ez jobb. És ez a trükk, hogy felismertük ezt a adatunkat, hogyan zároltuk el felismerni, ezt, amit már másodszor használom ki, hogy ezt az enumot ide milyen számokat írtam be. Ezt már másodszor használom ki. Először használtuk ki azt, hogy a mínusz 1 plusz 1 az 0, meg a nullának a bitjei ugye leéselésen okoznak nullát, és most meg azt is kihasználom, hogy ez a kettő meg pont ugyanazt jelenti, amit a true-false visszatérési érték, amikor bult integerre konvertáltok. És egyébként ez semmiből nem áll, ez ilyen set game művelet lesz, tehát láttátok, hogy erre van opcode szintű támogatás. Egyébként ha nem lenne, akkor is szintén nagyon egyszerű ilyen leéselgetésekkel meg lehet az egészet oldani, úgyhogy nem kell aggódni, ez szintén minden architektúrán működik. És egyedül ennyit változtattunk, azért ez elég trükkös, és láttátok, hogy még ez egy kicsit még gyorsabb lett. Ez a linear manuál, illetve egy másik mérési eredmény, látjátok. Ez igazából már 10%-kal gyorsabb az eredeti. Az elég fasza, ez elég király. Na de, van itt egy probléma. Kiszúrta ki, mi a probléma? Már elén kicsit felsejtettem, kicsit már hintelgettem, elhintettem. Hát nézzétek, hogy mérjük, mindegyik kód egyébként így méri ezt a dolgot. Viszont naivat tegyük már az elejére. Szóval mindegyik kód úgy méri, hogy random generálást is lemérjük ezerszer. Ez bődületesen nagy hülyeség, ugye? Megvan? Gondolom megvan. Szóval ezt a dolgot a minimum, hogy kivegyük innét. A minimum. Francba. Jó.
valaki őrült space-ekkel formázta ezt, és én nekem a beállításom úgy van, hogy tabokkal. Sajnos az azért van, mert képzeljétek el, a Godboltba írtam ezt a kódot, csak ide kimásoltam magamnak, hogy azért meglegyen. De eredetileg szó szerint a webben írtam. Tehát úgy, hogy van, begépeltem, jó? Tehát, hogy ez nem C++-on volt, ez más programnyelven volt nekem ez az algoritmus, és a három variációt ott helyben begépeltem. Aztán Ctrl-Z-vel visszanogattam, és elmentettem magamnak. Szóval azért vannak benne space-ök, mert ők space-öket használtak, de most ezt nem akarom így átformázni, mit tudom, jó lesz ez így kicsit egy mini kényelmetlenség, hogy nekem nem arra van, látjátok, beállítva az editorom. És most ez még az eredeti megnyitást, tehát vissza tudom vonni Ctrl-Z-vel a nulláig, amikor beszúrtam ezt. A lényeg az az, hogy nincs itt Ctrl-Z, mert ez Vim U betűvel, de értitek. A lényeg az az, hogy ezt ki kell ide venni elé. Most ezt mindenhol ki kell venni elé. Itt is. Okay. Oké. És a linerből itt is ki kell venni elé. Na most lehet, hogy elrontja az összes mérést, hogy közben streamelek, mert azért az mégiscsak egy kicsit kihat a gépre, ugyebár. Ja, jó. Mert ugye ez a random generálás, ez benne volt. És ezzel együtt is egyébként sajnos ugye még nem jó az, hogy csak simán time-mal mérem le, mert az egyszer így is benne lesz, csak legalább nem ezerszer. De ez már így egy jó mérés. Tehát az, hogy hogyan mértek, az nagyon fontos, mert itt azt láttátok, hogy ez ilyen nagyon minimálisan tér el, és kicsit gyorsabb. És most, hogyha azt mondjuk, hogy G++-szal lefordítjuk a naivat, nem izé assembly-re. A linert. És a linear manuált. Akkor a naivat letájmoljuk. Az még mindig körülbelül 6 másodperc. Látjátok, hogy mennyivel lejjebb esett. És körülbelül annyi időt tartott, hát mondjuk akkor lehet, hogy mégis viszonylag jó volt a mérés. Jó, és akkor azt mondja, hogy a linert, megnézzük. Ja, mert time-olni kéne, hoppá, láttatok milyen kurva gyors volt, már bocsánat. Láttátok mennyivel gyorsabb? Akartam csak mutatni. Oké, tehát hogy, ugye, hogyha rosszul méritek, és a random generálás folyamatosan be van a ciklusba, akkor azt láttátok, hogy bepipelinosította a processzor a random generálás mellé a mi műveleteinket, de ez nem volt elég. Most viszont ugye az van, hogy a linear, azért nem láttátok a Godbolton, mert ugye a régi 11-es szalanggal, vagy ez GCC-vel néztik. Na mindegy, szóval viszont így a linear határozottan brutálisan gyorsabb. És a linear manuál, hát az igazából ezek között sokkal kevésbé mérhető a különbség, és nekem ugye a leggyorsabb compilerem van, tehát így nem igazán jön ki. Annyi, hogy a linear-t, hogyha sokat futtatom, akkor egy kicsit néha lassabb, mint a linear manuál, de majdnem ugyanaz. Akkor miért jobb mégis a manuál? Mert ez egy dologra nem jöttünk rá. Most, hogy megjavítottuk a mérésünket, látjátok, hogy csalóka volt előtte, mert azt láttátok, hogy ilyen 5-10%-ot gyorsult a kód ettől, a branchless codingtól. Most, hogy ezt valóban megcsináltuk, nem 5-10%-ot gyorsult, hanem 5-ször lett gyorsabb. 500%-kal. Most ezt még egyszer ellenőrizzük le, nem-e valami uncitság van. Látjátok, kim van a ciklus. Oké, kim van a ciklus. Oké, kim van a ciklus, oké. Tehát nincsen semmelyikben benne a ciklus a belsőben. Ennyi. Egyszerűen arról van szó, hogy ekkorát számított, hogy rosszul volt mérve. És még a rossz mérése is láttátok, hogy a branchless kódom az valahogy gyorsabb. Azt hittük 5%-kal. De most, hogy valóban azt mértük, ami az algoritmus, na most derült ki, hogy mennyivel. És még egy érdekességet akkor megmutatok akkor már. A perf stattal nézzük meg.
nem time-mal, hanem azt mondjuk, hogy perf stat, linear manuál. Na nézzük csak meg. A linear manuál ilyen dolgokat ír kell nekünk, hogy mennyire király. Perf stat, linear. És akkor érdekes, hogy itt több lett. Most lehet egy kicsit szerencsé. Perf stat, naív. És itt jön ki most a lényeg. Ez a perf stat, meg a perf record, perf report, stb. Ezek egy ilyen Linuxos profiler túlok, és közben egy a CPU-ban vannak ilyen kis regiszterek, amik ezeket a mindenféle dolgokat számolják, hogy mennyi branch volt, mennyi branch miss volt, stb. Na most nézzük meg a legfontosabb számokat, hogy ez a branchless kód miért lett ennyivel gyorsabb? Miért lett 5-ször gyorsabb? Azt mondja, hogy branch miss az az, amikor megpróbálják megtippelni az én egyébként nagyon profi Zen pluszos architektúrám, amiben egy, most ezt kiemelném, a Zen pluszba hash perceptron van, egy perceptron neuronhálós hash-elő, és nagyon profi dolog van a Zen pluszba. Az Intelben soha nem volt, a Zen 2-ből meg már kiszedték, mert annyit nem segít, mint egy-két másik utasításnak szinte ekkora proci részt adni a felületet a Siliconon. Szóval ezt azóta kiszedték, ebbe a prociban a legjobb branch prediktor körülbelül a világon jelenleg. Egy ilyen neuronháló, mini neuronháló perceptron, hogyha valaki ezt jobban tudja. Meg egy ilyen hash-elő előtte. És ezzel a branch-eket megpróbálta megtippelni, és 10%-ban félrement. Tehát összesen 90%-ban jól tippelte meg, hogy egy ugrás merre fog menni. Ez egyébként nagyon jó. Gondoljatok bele, hogy ez brutális. Ez azt jelentette, hogy megspekulált, nem is kellett neki spekulálnia, hogy mindkét oldalát végrehajtsa, hanem azt mondja, hogy bentünk szépen föntről lefele, láttunk egy feltételes ugrást, egy if-et. If valami, ez valami. Melyik ág fog lefutni, és 90%-ban eltalálta, hogy melyik ág, és a proci azt automatikusan elkezdte elvégezni. És csak a maradék 10%-ban volt azzal a probléma, hogy a feltételes ugrást nem jól tippelték meg. Remélem, még mindig megy. Még mindig megy. Ez nagyon értékes lesz, szerintem tapasztalat videó. Érdekes. Szóval 10%-ban ment csak félre. És mégis ekkorát, hogy 5-szörös gyorsítást lehet elérni, mégis ekkora bajt okozott. Azért, mert amikor félre megy az ugrás, marha nagyon nagy költségeket kell fizetni. Vissza kell csinálni az összes dolgot, amit spekulatívan előre megcsináltunk. Azt mind vissza kell vonni, mert már megcsináltuk. Ezt gondoljatok bele, hogy ez a munkának az ellentétje. Elvégeztük, és most vissza kell vonni. Utána mindent nulláról kell beolvasni, ott az összes dolog throughput helyett latency-vel fog történni. Aztán, hogyha az instruction cache betöltöttük, lehet, hogy az instruction cache-ben a rossz dolog van, a fönti és nem az alsó, hogyha az elzák fut, vagy fordítva. Az összes ilyen játékot mind újra kell, lehet, hogy a memóriához kell nyúlni, a hotcode pattern. Tehát nagyon-nagyon költséges lehet, amikor ez megtörténik, hiába csak az esetek 10%-ába történik. És nézzük meg a linearben, meg a másikban, a linear manuálban az még jobb a branch missingre, 0,03% esetén történik meg. Ezt egyébként, mivel nem, a randomot nem a time-mal inicializáltam, ezért mindig ugyanaz lesz a futás, ezért ez mindig ugyanaz lesz ez az érték, most ezt nem is kell többször lefuttatni. Egy-két másik dolgot meg kell, mert ugye más kódok is futnak, de a branch-ek azok ugye ugyanúgy lesznek megtippelve. Tehát a manuál is az még egy kicsit jobb a branch, a branchless-ségét tekintve, mint a sima linear, de nézzétek meg, mennyivel jobbak. Tehát ez alig van ugrás az egész kódba, és ez most az egész random generálásra együtt mindent néz, nem csak az én hot kódpátomat, persze az fut le ezerszer, tehát nyilván az a domináns. Tehát igazából, mivel nekem gyakorlatilag semmilyen ugrás nincsen, az nulla, de 4%, ez a 0,04, hát, ja, nem ezrelék már, 100 000 000. Tehát ez a 4 000 000, ez onnan jön, hogy így a más kód a random generálás is néha fut, még először. Brutális. Tehát egyáltalán ugrás sincsen. És amúgy meg azért mégiscsak van, de nagyon jó a predikció rá. Azokra, amire van ugrás, arra brutálisan jó a predikció. Most lehet, hogy valamit nem csináltak már branch lesz a kód, és az mégis megtörténik, de az meg nagyon könnyen prediktálható. Ja, persze mondjuk sima JMP, mert a ciklus ugye folyik. Tehát a jump utasításokból jön a branch-ek száma, és az a maradék 300 ezer, az a cikluson belüli feltételes ugrások száma volt. Ugye ezt látjuk itt.
És mit látunk még itt? Ami meg ennek már a következménye, még mindig remélem megy a videó, még mindig megy. A instruction per cycle, tehát hány gigahertzes a géped, mondjuk mit tudom, föl tud pörögni 3 gigahertzre. De nem 3 millió lenne a megahertz, ugye, tehát az 1000 millió, milliárd. Nem 3 milliárd műveletet tudsz végezni, hanem 1,42-3 milliárd, ha ezt az algoritmus csinálod a naivat. És nézzük meg a linert, meg a liner manuálnál, hogy néz ez ki. A manuálnál 2,7, kicsit kevesebb, mint a linerni, ahol 2,88. És majdnem van egy kettes szorzó rajta, az brutális. Tehát azzal együtt, hogy a branch-eknek a költsége is mennyi, a párhuzamosság, tehát az instruction level parallelizmáción is nyerünk. Ezért jön ki az ötös szorzó. Nem csak a branch-eken veszünk annyit, hogy ez a 10% ez nagyon költséges, hanem a utasításon belüli párhuzamosság, látjátok, majdnem 3 műveletet csinálunk utasításonként átlagban. Ez átlag, basszus, ez nem az, hogy egy csúcstermelésen, csúcsidőben. Tehát, hogyha 3 GHz-es a gépetek, akkor, hogyha minden egyes órajelben egy teljes utasítást végezne el, akkor tudnátok 3 milliárd parancsot csinálni egy másodperc alatt. És nem 3 milliárdot tudtok, hanem 9-et, közel 9-et. Kicsit most csináltam egy ilyen hatásszünetet. Jó, hogy az így besújkolódjon. Ez brutális. 9 milliárd műveletet tud másodpercenként. Teljesen full crafton megy a processzor. És még azt látjuk, hogy igazából a frontend, ugye itt van a frontend meg a backend része a processzornak, amit beszéltem erről a ábráról, hogy itt a frontendünk és itt a backend részünk, ami itt execution engine-nek hívva az AMD, de ugyanaz, mint a backend az internet. Szóval a frontendről látjuk, hogy szinte semmi, nincs várakozás egymásra. Ezek a data adatvárakozások egymásra, amiről beszéltem. A backendnél ez a 40% az azt jelenti, hogy a backend, a processzornak van egy olyan része, amit nem használunk. Egyáltalán nem dolgozik. Na már most, mert ez ugye idle, ez nem stalled, hanem idle. És hát vannak egy-két pipeline stall, de nézzétek meg, hogy a kevesebb 10% az instructionöknek, ha assemblyben kézi optimalizálni lehetne, ezt még lehetne javítani. De ezek, mivel ilyen nagyon egyszerű műveletek, nem izé osztás meg ilyesmi, ezért a stall is azt jelenti, hogy 0,5-ös meg 0,3-as throughput helyet kapunk egyest. Oké? Tehát igazából lehetne ott egy kétszer gyorsítást ezen, de az nem az egészet gyorsítaná kétszeresen, tehát egy 10% helyett még kb. Van egy 5%, ha ezt nullára tudnánk eltüntetni, ami nyilván lehetetlen. Oké? Azért ez is elég jó. Ezt mutatja, hogy igazából már csak ez a szűk keresztmetszet ebbe a kódba. A manuálba, ott nézzétek, hogy ott sokkal kevesebb a szűk keresztmetszet, de több műveletet végzünk. Ja, és a manuál még egy dolog, most itt sajnos ezt nem állítgattam, hogy konstans legyen a proci sebessége, de a manuál a gyorsabb. És miért az a gyorsabb? Mert az 3,1 GHz-en futatta a processzort, a sima linear pedig 3,8-on. Ez turbózva volt. Tehát ez turbón pörgött a proci. Fölment maxra. A legturbóbb turbóra. A másiknál nem ment föl maxra. Tehát ebben még volt craft. Úgyhogy igazából a manuál a jobb megoldás. Nem csak azért, mert más kevésbé jó procikon is megy, vagy kevésbé jobb fordítókkal is megy, hanem azért, mert ez ugye nem pörgött föl. Tehát most a hibás, még egy példa a hibás mérésre. Ugye a modern gépeknél van ez a hiperfelgyorsulás. Mindig megy, remélem, videó. Megy. Van ez a hiperfelgyorsulás. Amikor egy magot följárat, mit tudom, közel 4 GHz-re láttatok 3,8-ra. Ezt nem tudja sokáig tartani. Ez csak ilyen spike. Azért, hogy lag spike-ok ne legyenek a játékokban. Azért ezt megcsinálták. De láttátok, hogy a másik algoritmushoz ez nem kellett, mert már befejeződött a nélkül. Szóval igazából, hogyha ezt nem állítjátok be egy mérés előtt, hogy így ne igadozzon, akkor ugye befolyásolhatja a mérést. A naívnál látjátok, majdnem ugyanúgy fölment maxra. Szóval igazából nem azért lassabb. Oké? Úgyhogy a manuális továbbra is a legjobb megoldás itt ezek között, a linear pedig, amit reflexből írtam. És láttátok, amit reflexből írtam, az is közel 5-ször gyorsabb, mint a naív megoldás. Most azért ezt nem várható el szerintem mindenkitől, hogy reflexből branchless kódot írjon. Ebben csak úgy látványosan meg lehetett látni, hogy hú, hát ez branchless-en meg lehet írni. Oké.
A naív is azért elég jó, oké, okay, tehát ez nem arról szól, ez még nem a kézi mutatóris történet, hogy full clean code valami, és így szét van szorva a memóriába, és objektumorientált, és minden cache mix, minden hátán. Egyszerűen csak arról van szó, hogy ha egy kicsit tényleg gyakoroltak, reflexből tudjátok a 5x-es kódot is írni, jó? Tanulság. Ez is egy tanulság. Mert ez nem kerül effortba, ez effortba kerül, és itt nem is jön ki az ötször, a nagyobb szorzó, de azért nem, mert itt közben ez lassabban pörög. Szóval, ha beleszámítjuk ezt a lassabban pörgést, ebben van még benne egy közel 10%, oké? Okay? Nézzétek meg, 3,1, 3,8, az a kettő között kb. 700 MHz, a 700 az, az 3-mal osztató, tehát az a majdnem 20%. Oké? Okay? Hatékonyságban ez még van, azért majdnem 10-20%-a jobb ennél is. Ez pedig ötször jobb a naívnál. Ennyit tud a branchless coding. Egy olyan gépen, ahol a branch predictor perceptronos, hash-elős, komplex algoritmus, neuronhálós trükközéssel működik. Tehát ami a legjobb. Úgyhogy ennél nektek csak rosszabb van, és ennyit tud a branchless coding. Na most remélem menő volt ez a, az a bemutató. Még egy dolgot akarok szeretném megmutatni, és ez még remélem belefér, hogy a linear manuált, ugye láttuk, hogy a linert azt a régi GCC 11-es az nem csinálta meg, és a linear manuált azt tegyük bele ide a Compiler Explorerbe, a GCC, mit tudom én, 11.1-be. Igen, tegyük ide be, és nézzük meg, hogy a linear manuálban itt van az L4, azt gondolom ugyanúgy az a ciklus, ez a overlapos, igen, és nem igazán van benne. Látjátok, ez már nem a fő ciklus. Ez a ciklus odáig tart. Ez teljesen branchless lett. Nem csinálta meg nekünk azt a menő szindes, szuper brutál párhuzamosítást a 11-es GCC, de megcsinálta a branchless kódot, és ebből is láthatjátok, hogy a manuális, tehát ez a trükkös kód, ez azért annyival jobb. Na és azért még annyit, hogy ez ne ilyen ocsmányul nézzen ki, ezt igazából úgy is meg lehet írni, hogy csak annyit írtok, hogy return, ez, és itt ezt a kis szart, ezt kihelyettesítettek azzal, hogy x nagyobb, b, ennyi. Tehát igazából ez az egész, ez ennyi, oké? Okay? Tehát, hogyha valaki megijed a föntitől, és szerinte ez szebb, akkor üssek ő, bár e fölé azért kommentet írnék, hogy miért. Jó, mert nagyon fontos lenne ezt itt elmagyarázni, ilyen optimalizációknál, hogy ez miért van, ez mi a fenét csinál ez a kód, bár ide van írva, de akár ide a dokumentációs kommentben is lehet írni, mi az algoritmus. Tehát le lehet ezt egyszerűsíteni, ne ilyen ocsmányú nézzen ki. Azért használtam mégis azt a idézőjelbe ocsmányabb formáját, mert ugye ez, hogy így értékületi változónak valamit, azt szintén kioptimizálja a fordító, ezt is. Tehát ugyanaz lesz, mint amit most odaírtam, ilyen röviden. Ezt azért megcsinálják a fordítók csont nélkül a leggagyibb is. Remélhetőleg a leggagyibb is, azért mindig vannak gagyi fordítók. De a lényeg az, hogy csont nélkül megcsinálják. És azért csináltam ezt, mert ez jobban megmutatja, hogyan jutottunk el ebből a módszerből, erre a módszerre, és végül abba, amit most a végén így beképeltem nagyon gyorsan. Úgyhogy szerintem ez egy tanulságos videó volt. Ötszörös gyorsítást elértünk. Ez azért brutális. Ötszörös. Ötszörös. És még egy kicsit gyorsít rajta a manuál. Illetve több régebbi fordító, mindenféle más cuccal is működik. Na majd lesznek még ilyen optimalizációs videók. Remélem ezt is szeretitek, vagy valakit érdekel. Mondom, hogyha akarjátok, itt bele lehet menni kérdésekbe, hogy mi hogy van, miops.info. Ó, még ezt, ha van egy még kicsit, én megmutatom, ez nagyon érdekes, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy van ez a szimulátor. Hol van a szimulátor? Ujica. Online version. Na, de ide csak assembly-t lehet beírni, de nem baj, mert tehát ez megvan nekünk a Compiler Explorerből. Itt van nekünk az assembly, de ne a GCC 11-est használjuk, hanem a legfaszább az. És ezt remélem ide elfogadja. Meglátjuk mindjárt.
Itt a loopba be kell tenni ezt egyébként a belsejét, bocsánat. Nézzük meg. És itt szó szerint leszimulálja nektek a processzort. Látjátok, itt vannak ilyen portok, és azt mondja, hogy az a művelet, ami ide van írva, az melyik ilyen execution unitba, vagy portba, hát mint egy kikötő, kerül be, és látjátok a nullásba, az egyesbe, kettesbe, hármasba is valamennyi műveletet elvégez ez. Mert ez egy OTSD, ez ilyen hosszú. És akkor igazából itt talán nem ez a lényeg. Jó lenne csak a main ciklus betenni. Ez az L4. Tudom én idáig. Mert így kicsit jobban, tehát nincs benne az egész main program, jó? És itt látjátok, hogy a kettes és a hármas portba cserélődnek így az utasítások. És az, hogy amikor elkezdődik a... Ez így kell elkezdeni, hogy ezek mint a pipeline-ok lennének. És a frontend osztogatja föntről így be a egyes futószalagokra, és azok elkezdenek párhuzamosan ezen dolgozni. És ezt látjátok, hogy ez dolgozik rajta valamennyit, aztán utána következőleg kap meg egy műveletet. És addig valami a hatosan működik. Na már most ezen a csoda architektúrás ábrán azt látjátok minden ilyen chipnél, hogy itt van ezek a portok itt, amit itt alulnak hív a AMD-s terminológia. Meg itt már itt nem alulnak hívja, nem itt olyan F6, meg F0. Tehát látjátok, ez aritmetikai, logikai port. Tehát mindenféle összeadás, kivonás tud ezt csinálni. Ez szorzás, az csak ebbe mehet bele. Tehát, hogyha szorzás van valahol a utasítások között, akkor ez a frontend beosztja, csak ebbe a portba tudja beosztani. És akkor az kicsit szívás van, hogyha előtte beosztottod egy összeadást, akkor kicsit várni kell. Ugye ez nem tökéletes, ez nem egy neuronháló, nem MP-teljes algoritmusokat futtat, meg minden, hogy tökéletesen kioptimalizálja, úgyhogy néha megesik. De a lényeg az az, hogy látjátok, a osztást meg szorzást az csak néhány művelet tud, ugrásokat, branch-eket is csak néhány tud, összeadás, kivonás, meg ilyen egyszerű dolgokat mindegyik tud, és még vannak ezek a GU, ezek a memóriával foglalkozóak, azok szintén csak megfelelő portokon lehetnek. Tehát nyilván nem teljesen az van, hogy mindenféle pipeline-ból van 6, és mindenből 6 változat van a prociban, hanem van, ami összeadás, kivonás, meg ilyen alapműveletekből, inkrementál, stb. Ebből irtelletesen sokat lehet párhuzamosan egyszerre 4-et is csinálni, tehát 4-re ki lehet maxolni azokat. A memóriában visszaírások ugye ezt kicsit lejjebb viszik, 3 egész valamennyire, ha csak integerrel dolgozol. És akkor itt vannak a floating point, meg floating points seamed, amik ezeket a floating pointos dolgokat csinálják, amik 128 bitenként tudnak egyszerre 4-et végezni. Tehát 4 mikroopat tudnak egyszerre feldolgozni, ezek meg maximum 6-ot. És a lényeg, és ugye ez a tökéletes működési modell, viszont ezeken belül még pipeline-ok vannak, szóval ez nem azt jelenti, hogy csak 4-szeres sebességgel tudsz menni, hanem közel 20-szorosat ki lehet hozni párhuzamosan a processzorból, úgyhogy csak egy bagon fut. Oké? És még egy dolog van, amit most azért még én megemlítek, hogy a hyperthreading azért működik, azért van az, hogy 4 darab processzorod van, és 8 threadet tudsz futtatni mégis hardveresen, mert az egyik szál a másik threadből, ami ugyanezen a processzoron fut, ha itt valami neked kihasználatlan, azokat ő oda betömködi neked. És mondjuk, ha sajnos jött egy szorzás, vagy egy osztás, akkor azt kiszopat. Egy másik szál, a króma, vagy a felvétel, amit most csinálok, lehet, hogy megszivat engem, oké? Okay? Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, ez van. Nem lehet mindent belecsújkodni a processzorba, de ezt így, szerintem érdemes volt megmutatni. És ez az újica, ez is szépen meg tudja nekünk ezt mutatni, hogy melyik utasítás hova megy be, konkrétan szimulálja a processzort, milyen mikrooperációk történnek, stb. És itt van egy ilyen throughput, 30-as, ez brutális. Tehát ez a inner loop, ez egyébként brutális, ez ki van maxolva, hallod? Intel, mondjuk Skylake-et szimuláltunk most, hát ez nem akartam pont Skylake-re írni, mert Zen 2-n írtam. Skylake-re a szimuláció szerint
30 utasítást is lehetne nyomatni órajelenként, értitek? Az micsoda? 20 milliárd művelet a 3 GHz-es gépen, 3.8-oson bőven. Brutális. A belső interlop, nyilván nem csak ez a ciklus történik ki, fölötte, alatta, a kesek néha elrontodnak. Szóval, hogyha a memória és a keselés itt nem játszana már számításba, brutálisan, akkor 20 milliárd műveletet tudnánk per szekundum csinálni. Ugye a flops az floating operation per second, megaflops, gigaflops, tehát ez mennyi ez? 30x3? Nem, 100 gigaflopsra körül föl lehetne húzni, hogyha nem lenne a memória. Ugye a memória nyilván lesz belassítja, tehát ez teoretikus. Tehát ezt ne higgyetek itt el. Oké, azt, amit ott elhitt, a perf stat, amit kiír, azt elhihetitek, mert az mérésen alapul, a proci maga méri, van benne kis regiszter, ami méri. Csak mondom, hogy ha nem a memóriám múlna, akkor ezt föl lehetne maxolni ilyen brutálisan egy Skylake architektúrán, hogy 100 gigaflops-szerűen működne. Ez az egyszerű algoritmus. Oké, ez széjjel van optimalizálva most. Biztos lehetne még tovább, ezt csak mondtam. Na, és valahol itt lehetne ilyeneket. Van ez a, az a gráf. Ezt akartam mutatni. Na, ez külön. Open graph, aha. Tehát ez a... Ja, nem ezt a gráfot akartuk mutatni. Akkor mi ez? Trace table? Open trace. Aha. Na, ezt az ábrát akartam még megmutatni, mennyire jó ez, a, ez az UIFA, meg a uops.info, mikroops, ugye mikroops.info. Hogy konkrétan benne van, hogy melyik művelet mennyi ideig tart, és mit történnek párhuzamosan. Látjátok, itt van, hogy így mennek a ciklusok, a órajel ciklusok, és látjátok, beteszi a kettes portra ezt a műveletet, hármasba ezt a műveletet, a hatosba azt, ötösbe azt, kettes, hármas, stb. Ezek tök párhuzamosan történnek, és látjátok a következőt, amikor elkezdődik a első ciklus, addigra 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab utasítás párhuzamosan történik. Brutális throughput van. És ez csak az eleje, mert így közben tölt be. És később ez ugye még beáll még gyorsabbra. Tehát ennek általában nem a teteje a leggyorsabb. Brutális. Úgyhogy nagyon sok graph van egy CPU-ba, egy modern CPU-ba, egy modern X86-ba. És láttátok azért, itt nem arról van szó, hogy kézzel assemblybe turkáltam, nem arról van szó, hogy írkáltam simd dolgokat, magától autovektorizálta a fordító. Egyetlen dolgot csináltam, kicsit alá dolgoztam, és ugye nyilván van egy kis tapasztalat, hogy a branchless codingot azt hogy kell csinálni. Tehát egyébként nagyon-nagyon nehéz a branchless codingot csinálni, tehát hogy én próbáltam például egy branchless bubble sortot csinálni, általában az én gépem nagyon-nagyon nehezen tudtam megcsinálni, úgy kell, hogy kézzel unrolloltam loopokat, a felét branchless-elni, a felét nem, tehát amit itt a első 11-es 11.x-es GCC próbált, ahhoz volt hasonló már az eredménye, tehát így félig volt branchless, félig nem, de brutális. Oké, ez egy olyan feladat volt, azért akartam ezt választani, mert mégis nem csak azért mutatok egy menő dolgot, mert a branchless coding azért mit tenni egy menő ilyen performancia körökben, hogy legyen, rögtön azzal kezdődjünk egy ilyen performanciás videósorozatban, hanem azért is választottam, mert azért ilyenek nem mindig jönnek szembe, hogy egyszerűen ennyire kézreállóan branchless valami, hogy ránézésből, reflexből látod, és rögtön beírod, és láttátok, mondom, hogy azt nem kellett, tehát a naív és a lineáris között nekem nem tartott hosszabb ideig megírni, nem a manuált, hanem ezt az egyes lineáris, tehát ez egy ilyen left-right, left-in-air, hogy ezt így írtam meg, és ezt így szétbontottam, ez nem tartott nekem tovább, mint ezt megcsinálni, ezt a teljesen naívot. Ez a kettő, ez ugyanannyi programozási effort számomra. Csak ugye az, hogy beugrik, hó, ezt így rögtön lehet alkalmazni, puff. Tehát nem arról van szó, hogy mérnet kell optimalizálni, stb., hanem reflexből ezt a jobb kódot írod, ami körülbelül tényleg ötször gyorsabb volt. Oké? És a manuál az meg azért volt, mert fölmerült az a kérdés melóba, gondoltam, megmutatom, meg kiméregettem, hogy ez mennyivel jobb, mennyivel nem jobb, kiáltságból,
mert tényleg ez egy inner loop-ba, valahol egy ütközési collision engine-be van valahol belül használva. Láttam, hogy jobb, mert nem, eleve a jót írtam, és eleve tök gyorsan futott, tehát nem is nagyon kellett méregetni, úgyhogy, mert nem értem kíváncsiságból, de jó volt, és akkor azt mondom, jó volt, ezt nem optimalizálni tovább. Tehát arról van szó, hogy eleve is tudtok jó kódot írni, az hazugság, hogy mindent le kell mérni, lehet gondolkozásból. Főleg, ha ezeket az eszközöket ismeritek, egy kicsit ezt, amit is valaki nagyon ismeri, ezeket, amiket most elmondtam és beszéltem, ha ezt valaki így, akárcsak ezt a videót megnézi, akkor szerintem egy kis gyakorlattal ezeket el lehet sajátítani, hogy séróból körülbelül kétszer gyorsabb kódot írjál, mint anélkül. És kétszer gyorsabb, az mondom, az annyira más, mint ha más algoritmus használná. És ez még nem optimalizáció, igazából ez még csak az, amit reflexből írsz, és utána láttátok azt a manuált, azt még ki lehetett húzni belőle 10-20%-ot. Azért nem mutatok ki a mérés, mert ugye nem pörgött fel a gépem annyira. Jó? Na. Úgyhogy remélem ez egy hasznos videó volt, vagy érdekes volt. Írkáljatok kommenteket. Egyébként én sem voltam tudatában, hogy ez ötször akkora gyors a branch lesz itt ebben az esetben. Főleg ugye a szint miatt, hogy azt a fordító meg tudta csinálni. És talán még az is tanulság, hogy nem csak az van, hogy most egy-egy dolog magában gyorsít. Tehát láttátok, ha nem voltak branch-ek, akkor a instruction level parallelizáció is gyorsabb volt. Hogyha nem volt ez a dolog, akkor mit tudom én, a memória rendszer instruction cache problémák is jobban oldódnak. Tehát csomó dolog összefügg. Jó? Tehát ez nem csak a... Ja, és még valami, és láttátok, hogy a fordító mennyire brutálisan tudta autovektorizálni azt a megoldást, ami a branchless volt, meg jobban tudta inline-olni, jobban tudott variálni. Szóval az, hogy mondjuk inline-oltok dolgokat, az nem csak azért jó, mert inline-oltok, hanem azért, mert a fordító jobban tud variálni. Ha branchless, akkor ez fölismerheti, hogyha jobb kóstosokat használtok, akkor alá tudtok dolgozni. Szóval ez egy háló, ezek összefüggő dolgok. Nem arról van szó, hogy ezek így önmagukban állnak, hogy branchless codingot csinálok, akkor a branch predictionnek kicsit javítok. Persze javítok, láttátok, 10%-ra lement, 4-10-re le. Brutális. Tehát ez hányszoros javulás? Ez brutális javulás. Tehát ez nem 10-szeres, 100-szoros, 200-szoros. Szoros, nem 100%-os. Az mennyi? 20 000%? Tehát ha csak ezt önmagában nézed, az 20 000%-os javulás, persze nem sebességben, hanem csak ezt a mutatót tekintve. És annak ez ennyi a hatása, ennyit tudott a sebességre kihozni. De láttátok, hogy a instruction per cycle az meg felugrott majdnem kétszeresére. Tehát ezek nem önmagukban állnak. Ha inline-olni tudnak a dolgok, akkor is a fordító jobban tud gondolkozni. Itt is, hogyha jobbak a konstruktorok, jobban tud gondolkozni. Ez mind összefügg. Szóval, ha reflexből kicsit jobban ismered a témát, nem, ezeken nem kell gondolkozni, ezeken nem kell, én ezeken nem agyalok, amikor írom ezt a kódot. Néha agyalok így utólag, hogy ez vajon miért gyors, vagy miért lassú. De amikor egy kicsit már ezekben néha belenézel, vagy egy-két ilyen videót, mint az enyém most megnézel, angol nyelven nagyon sok ilyen van, annak kézimulatúri egy csomó, a Choding Daily-nek is vannak ilyen dolgai, vannak olyanok, amik a Linux-os memória, hitkezelés bemutatják más szerzőtől valahol megvan nekem. Nagyon sok ilyen érdekesség van. Ha ezeket így megnézik, mit tudom én, C++-os előadásoknál is nagyon sokszor van perf optimalizáció, tehát C++, nem tudom, presentations, meg ezek a mindenféle konferenciáknál is sokszor van ilyen téma. Úgyhogy ha ezeket így néha nézegetitek, akkor ez beépül. Valahogy beépül az ember tudatába, és utána gyárilag írod ezeket így. Nem gondolkozol rajta. Tehát, mint amikor vezet, se gondolkozol, hogy váltasz. Ugye? Úgyhogy az szerintem ebből a tanulság, hogy nagyon sok craft van a gépben, néha a trükkös módolgódások is nagyon sokat hoznak, és igazából, amit akartam, visszamegyünk ide, ha nem is ennyire mentek be ilyen bele, mert azért ez a branch lesz, ez tényleg ez elég fejlett technika, ez nem egyéb per fejlett, hanem ez a fejlett, oké? Mert a bit trükködés, hát ez kicsit egyéb,
de néha az is fejlett. Ez tényleg elég advanced, eléggé mély víz. De már egyébként a szint is, a szint aztán néha sokkal mély vízen, mint ennél. De hát közben egy szinten lehetnek. Más, az egy másik küzdősport, másik jellegű játszma. De ha nem mentek ennyire bele, ennyire ide az aljára. Jó algoritmus. Jó, aki nincsen tisztában a nagy ortókkal, alapadott szerkezetekkel, hashmappek, listák, sima vektorok, amik ugye ilyen array listek, tehát növekvő listek. Melyik mit csinál, mik a nagy ordó, kis ordó szortolások, radix rendezések, edény rendezések, geometriai rendezések, trükközések, stb. Mindenféle hash-elős Fibonacci hip, meg hash hip, meg turbo hip, ami nekem van egy másik videómról, stb. Ugye azok a, nyilván irtus sokat tudtok nyerni, ezerszereset, tízezerszereset, milliószereset is. Cash optimalizációval néha bőven annyit, mint ezekkel az algoritmusokkal. Nagyon a egyetemen sokkal többet kéne tanítani egyébként ezeket a cash architektúrás dolgokat. Nyelv és környezet brutális. Tehát egyszerűen nem tudsz mindent kimaxolni, de még ezeket, ha a kettőt fönt itt betartod, akármilyen JavaScript gány nyelven, Pythonba, az még lassabb, írod a kódot, még ha azokat, ezt a kettőt betartod, fejbe tartod valamennyire, vagy tudatában vagy, úgyhogy önkéntelenül is tudat alatt benned van, akkor szinte nem lesz annyira brutálisan rossz a kód. Tehát az még mindig kevésbé számít. De ott is, ha nyelvet nem is változtatsz, csak tudod, hogy ez a library, hú, erre nagyon figyeltek a sebességre is, stb. Statikus típus persze az is azért segít, de inkább az, hogy milyen a logikája a nyelvnek. Párhuzamosság, ott meg a nagyon fontos tanulságunk, én azt akartam kiadni, hogy irtozatosan nehéz egy 2,8-as szorzót egy 4 magos gépből kihozni. Még akkor is a 8 magja van hyperthreading-el. Tökre nehéz. Higgyétek el, hogyha full párhuzamosítható az algoritmus, csináltok bele ilyen szemaforokat, meg ilyen lokokat, felét már elvesztettétek. És ugye ott van az a törvény, aminek megint nem jut eszembe a fickónak neve, hogyha, mit tudom én, 10%-a nem párhuzamosítható a kódotoknak, akkor már 16 magnál, puff, vége van. Hiába van 128 magas gépetek, ott van egy ilyen kalapkabát. Körülbelül így lemegy az ív a grafikonnak, hogy mennyit nyertek rajta. Mindig nyertek, de olyan kevés az öreléket gyakorlatilag soha nem éri meg, annál több magot hoznatok. Csak ami, mit tudom én, majdnem 100%-ba párhuzamosítható. De az tanulság, hogy a egy magon is párhuzamos futtatás ezekkel a technikákkal, hogy ILP, itt látja a SIMD-et most végül is csináltuk, de még ha nem is csinálnánk SIMD-et, hanem csak simán a GCC11-et, csak most nekem nincs ilyen a gépemen, nincs ilyen régi fordítom, bocsánat. Tehát, hogyha nem használunk SIMD-et, és csak sima ILP-t, akkor is branchless kód, sokkal gyorsabb lenne az egész, és azok is párhuzamosan futnak, tök jó bepipeline-olódik. A SIMD is még a ILP-vel együtt is dolgozva itt most dolgozott, tehát ott nagyon brutális volt az ilyen nagyon nagy számok jöttek már kis statisztikáknak. Ez a kettő, ez simán tud adni egy 20-as szorzót néha. Jó, néha egy 4-et. A 4 az egy átlagos, jó? Simán az túlzás volt a 20-asnak. Egy akár tud adni 20-at is, az nagyon extra, az nagyon olyan probléma, ami nagyon kézre áll, de tud adni mondjuk egy 4-et. 3-at nagyon egyszerűen. Tehát könnyebben kiadja ugyanannyit, mint a többszálúság. És akkor a többszálúság, hát hogyha nem tudsz ilyen GPGPU-sat programozni, akkor körülbelül ez a utolsó választás ott azon a ponton, illetve még lehet trükkösgetni. És a branch lesz meg megmutattam, úgyhogy remélem élveztétek. És most már tényleg vége lesz a videónak. Használjátok ki a számítógépeteket. Sziasztok!